Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Ja Istenem, nem is tudott-e, hogy mivel töltöttem a hétvégén egy részét. Hát hallottam, hogy moziba voltál, de kár volt. Egy láttam egy szörnyű filmet moziban, Térkép a csillagokhoz, senki ne nézze meg. Inkább utaljátok át nekem, vagy bárkinek. Ne költsetek el 3000 forintot. Kérlek szépen, betört a házunkba a víz. Na most várjál, Zala megyéről hallottam már, hogy ott nagyon nagy a baj, de azon a környéken, ahol te valami hegyen laksz, eddig ezt hallgattuk, hogy mi vagyunk a budai hegyvidék maga. A hegyvidéken lakom, betört a víz. El tudsz képzelni, hogy egy kis alsogatyával, egy elemlámpával a kezem. Elemlámpával a kezembe. Szádban van a lámpa, és két vödörrel mész menteni. Fölrakom a fejemre a kis fejlámpát, vagy fogom a telefonomban az elemlámpa funkciót bekapcsolom. Kérlek szépen, hosszú-hosszú órákon keresztül tegnap azzal töltöttem a vasárnapomat, hogy megnéztem, hogy miért ázik a space. Fent vagy lent jön a víz? Hát, fent is lent fentről is. Jött, és fentről van ázás. Aha. És egészen az alsó részig jött a víz, és a spejzbe úgy elkezdett ázni, spejz, hát egy ilyen kis... Spejzbe, ahol lógnak a hurkák meg a kolbászok. Nem, a hűtőszekrény mellett van egy ilyen kis, mit tudom én, 2 négyzetméteres kis tároló helységet, ezt is így kell képzelni, tehát ne gondold azt, hogy van egy 30 négyzetméteres éléskamra, tudod, a 600 négyzetméteres borhűtővel, meg a nem tudom, ilyen kis fiókok vannak, meg mit tudom én, a kakaóval rajta, aha, meg a liszt, meg a zab, ilyenek vannak rajta. És a falnak az egyik oldala elkezdett masszívan penészedni. De olyan szinten, hogy először ilyen vízfoltok, aha, jelentek meg, és utána már egy-két napon belül elkezdte megenni a penész. Tetőablakot becsuktátok? Na várjál! Csak hogy milyen munkát végeznek néha az emberek, és hogy komolyan mondom, szerintem ez a házfelújítás, lakásfelújítás, mindenkinek van tapasztalata, élménye, amikor valamit te átveszel, és aztán rájössz, hogy az nem úgy sikerült. Vagy bejön egy munkás, elvégzi a munkát, de nem úgy végezte. Kiderült, hogy 3 hónapja, ugye úgy gondolkoztam, hogyha belül van nyoma a víznek, akkor kívül is kell, hogy nyoma legyen. De jó vagy! Hogy? Hát, ha rájöttem. Igen, ha csak nem kiömlött valami a kamrában. Vagy ha csak nem a lefolyó ereszt, mert azt sose fejted meg. És kiderült, hogy a háznak a hátsó része, aha, ott megcsináltattam most nyáron egy darab klímát magamnak egy szobába. Többiben nem mondom, hogy ott hideg van, vagy ott meleg van, akkor oda be tudunk gyűlni, mint a vadmalacok, oda befekszünk, és várjuk, hogy elmenjen a forróság. Hát természetesen azonnal nem is volt rá szükség. Úgy fúrta meg a lyukat a házba, hogy nem szigetelte el, ahol bemegy a cső a klímába. És kijön a cső a falon keresztül, 3 hónapja oda esik be az esővíz. De nincs fölötte eresz. Nincs, mert ugye az ereszről ugye lefolyik a víz, ráfolyik a csőre, és a csőből visszafolyt bele a lyukba. És képzeld el, hogy a fal, a hátsó része, az sötétebb színű, egy ilyen 1 méteres sávban végig 4 méteren keresztül fölfelé átázott a komplett fal, de minden. Nagyon okosan rakta fel az minden ember. Minden. Na, ilyenkor mi van? Ilyenkor elkezdhetsz pereskedni, akkor nyilván azt fogja mondani, hogy ő tökéletesen elvégeztem. Látom a lyukat, kimásztam. Akkor rés van a falon, hogy kiférek rajta. Kifért a fejem. Kinéztem, körbenéztem, visszaúztam a fejem, és még mindig volt hely mellettem, jött a Viki, ő is kinézett. És jött a gyerek, kérdezte, mit csináltak, és ő is kinézett, és hárman néztünk. És legalább jól játszottatok. Öklömnyi lyuk van a falon. De ott megy be a cső. Ott megy be a cső. És a cső mellett van és még a cső nem, a cső mellett valahogy le tud folyni magába a házba, bele a téglába a víz. Tehát a szigetelésen belőle folyik a szigetelésen cső. Befújik belőle a víz. Rettentesen büszke voltam magamra. Hogy felfedeztem. Hogy ezt én felfedeztem, hogy ezt megfejtettem, aztán káromkodtam 2 órán keresztül. És... teljesen reménytelenül átázott a komplett fal, kívül-belül. Most mit fogjak 3 ilyen vízszívó cuccot, és szívjam ki 40 órán keresztül, vagy mit csinálj? Azon kívül, hogy följön az embert, hogy figyelj, elfelejtettél valamit, azt be kéne szigetelni, az majd 3 hónapja szakad bele a víz. Hogy kiszívod onnan a vizet valami vízkiszívó szerkezete, csak a problémát nem oldod meg. Tehát, hogy ettől ugyanúgy úgy befog. Igen. Nem raktál fel egy esernyőt? Gondolkoztam, hogy fölé rakok. Gondoltam, hogy a fürdőszobában van egy ablak, ki lehet mászni, és át lehet mászni az egyik szobába. Gondoltam, hogy kimászom, csak nem értem el, mondom, betövöm rongyal. Akkor gondolom, hogy fölrakok egy esernyőt, nem találtam esernyőt. És ugye ez azért izgalmas, mert 2 dologért idegesíted magad. Egy, amiért nincs meg. Amíg nem találod. Rohadt ideges vagy, látod már, hogy ázol. Tudod, egy ázást megtalálni, ez a legkegyetlenebb dolog. Kamerát ledugni, csőrendszer, stb. Utána meg azért vagy ideges, mert megtaláltad. Éjszaka, nem jó. Hallottam, hogy esik az eső, és láttam, hogy leomlik a klíma, leszakad a fal, és nem tudtam aludni, mert azon izgultam, hogy még mennyi eső folyik be a házba.
Most mi van? Mondom, esernyő, vagy földdobsz. Alulról földtöltöz dobni egy esőkabátot a klímára? Mert a klímát úgyse használjátok soha többé. Bár úgy megbántam, hogy föltettem. Úgy megbántam. Olyan sokáig kitartottam, és most nem, idén-nyáron nem. És teljesen fölösleges. Nem volt bekapcsolva konkrétan. Nem tudom, hol a távirányító, mert nem volt rá szükség. Nem lesz rá szükséged. Ezután se dob föl egy esőkabátot, súlyoz le, és akkor az megoldja a dolgot. A penészt eltüntetni, arra vannak ilyen penészek? Azt megoldom. Csak attól a baj nem múlik el. Én azonnal hívnám a mestert, jöjjön oda. A mestert? Igen, a mestert. Amíg nem tudja megcsinálni, addig feküdjön fel, és testével takarja el a lukat. De ezt, igen, vagy hozzon valakit, akit föl tud fektetni. Felfekszik. Igen. Tehát hogy van ez, hogy valamit neked csinálnod kell, nem? Azt te megcsinálod szépen, elvégzed a munkát, és utána tulajdonképpen átadod, és ezzel megvagy. Fejtsuk de azért, fel. Ha egy méteres csík a fűtől indul, ez az egy méteres ázás fölé egészen a klímáig, hát ott nem tudod mire gondolni, hogy kb. 5 méter magasan, 1 méter szélességben totál át van ázva a komplett fal. Tehát jó, látszik, hogy más a színe a téglának, tehát átázott a fal. Oké, de ő ezt még nem látta. Ma szembesítem bele. Na figyelj, amikor ha megtalálom és... Fejtsük fel az események sorát. Amikor a emberünk elkezdte szerelni a klímát, akkor esett? Nem, hát ez nyáron volt. Na. Hát itt van, nem esett, akkor minek tömje be a lukat? Igen, úgy volt vele, hogy szellőzik a kamra. A spejz. Ez is igaz. Ha oda megy be, vagy azon keresztül megy be, érted? Szellőzés kell annak. Tehát ő tulajdonképpen jót akart. Ez is igaz. Azt írja valaki, Balázs, ne kábíts, hogy öklömnyi lyukon nem fér ki a fejem. Jó. Jó, az egyik szememet kidugtam. Körbenéztem, aztán visszahúztam. Figyelj, ez, én nem tudom, hogy ez sose tud jól elsülni, hogy az ember, mindig van valami kicsi baki. Fürdőszobát újítasz föl, nem? Lakás, parkettázol, csiszolsz, valami, elnézitek egymással a dolgot. Te és a mesterember ezt kicsit, legtöbb esetben mindig máshogy gondoljátok. Igen, máshogy látjátok. Máshogy látjátok. Ennyi a baj. Lehet, hogy ő neki ez a... Figyelj csak, a mesternek a klíma... Nem egy ácsmester, hát ez egy klímaszerelő. Miért volt mesternek? A klímaszerelő mesternek, igen, benne van-e a feladat körében a szigetelés? Nem. Nincs benne, mert őt így hívják, hogy klímaszerelő. Jaha, tehát a klímát szeretett az ember, akkor először kell egy klímaszerelőt. És utána pedig? Utána pedig egy szigetelő egy mester. Szigetelő mester. Igen, és két mesterember dolgozik. Na most hogy fogom kiszedni onnan a vizet? Mert fogok egy kis púrhabot, az mindenre jó, felmászok a kis létrámon ma délután, fogom a púrhabot, gyere Benni, megfújjuk. Könyörögve kérek, ne te csináld. Figyelj, ha ma nem érem el, ázik a ház, veszélyben a lak. Jó, hát én a férfi embernek ezt meg kell menteni. Ja, te vagy most a hős. Költözzetek föl az emeletre. Figye, a család nyugodtan aludt, amíg én azon stresszeltem, hogy még egy liter víz. Mind folyik be a házba, érted? Te vödröket valahova? Ja, mert csöpögni nem csöpök be, hanem befolyik egyből a falba. Szívja el a fal. És ugye ez a tégla, meg hát maga az fal, elég sok nedvességet fel tud venni. Uh-huh. Na most konkrétan már arra gondoltam, hogy mi lesz akkor, amikor hajnalban arra kellek, hogy leborul a hátsó rész, tudod? Vagy a gyerek ott játszik, és leborul a dolog. Hogy ilyenkor mi van? Megyek a kis púrhabos kis nyomommal majd fölfelé? Ne te menjél, mondom még egyszer, sírva hát kérlek, de meg csak abból nem lesz, tehát annak nem lesz jó vége. Hívj egy szakembert, aki leszigeteli, és utána... Nem, most őt akarom kihívni, vagy az illetőt. De mondom szakembert. Hát jó, nem baj, szembesíteni akarom vele. És utána kiszárad a ház magától, tehát mert hogyha nem folyik több víz, akkor elméletileg az kiszárad. Akkor egy idő után kiszárad? Vagy ott most már van egy nagy medencétek lent alul, amit innen akarsz tölteni a falból, vagy igen, hogy? A Viki berakta alá vödröket, igen, abban mosunk, meg igen, azzal öblítjük a WC-t. Falat kiszárítani? Tudom, hogy vannak ezek a párátlanító szerkezetek, csak ugye ezek beltérre vannak, ültér, nem tudom, hogy működik, hogy elkezdi kiszívni a falból a párát, van benne egy tartály, tartály berakod, és mondtam, 3 óra alatt majd megtelik a tartály. Kiszívja a levegőből is a vizet, de a falból is kiszívja. És mondom, 2-3 hét alatt ki lehet szárítani vizes falakat. Nagyon jó eszközök. Aha. Volt tavaly is ázásunk, akkor 2 hétig volt ilyen gépben. Tehát mi ebben nagyon jó vagyunk. Kérd vissza. Csak kültérről hogy szárítom ki a falat? Ott kijussz a hajszárítóra. Igen, és szomszéd átnéz, egy kis gyereke, feleség meg a Benni, ahol hárman ott ülünk, és látja, hogy szárítjuk a falat. Berakok 3 darab hősugárzót. Kívülről nem tudsz, hát ott nincs ilyen, ami elszívná. Vagy be kell vezetni valami csövet a falba, és akkor... és abban szépen ahogy loptuk, már hogy én nem, de biztos van olyan ismerősed, aki lopott benzint annak idején, ugye? Leszívott. Hát de csak az elsőt kell megszívni, utána az már jön magától. Na, a fal nyilván ugyanez, nem? Fölül, igen, ahol bemegy a cső, a légkondinak a csövet, bevezetsz egy csövet a falba, megszívod, és engeded kicsöpögni. Nem jó dolog ez. Neked volt ilyen lakásfelújításod? Ugye, hogy mindig van valami? És az a soha bajom, nincs úgy, hogy csak így megcsinálod simán, és rendben van. Az a bajom, hogy megjön a mester a szemedben. A mester.
Sebestyén úr, Rákóczi úr, maga a legjobb számot hívta. Mondom, hogy mit fogunk csinálni. És te ott állsz, és elkezdesz hinni benne. Hát hülye vagy hozzá. Hiszen profi. Hát azt így kell lerakni a parkert. Fölcsiszoljuk, lerakjuk, rakja. Figyeljen, én megmondom magának az őszintét. Én nem tennék 5 mm-es szigetelőt nálunk, ez van most a nappaliba. Már jól indul, tudod. Ferike, már aztán később így voltunk, ittunk, azt hiszem egy felest az elején, hogy barátok legyünk. Szóval Ferike, nem teszünk 5 mm-es szigetelőt padló alá. 3. Már mondom magának, az egész nappali megtakarítunk egy ezrest. Hát mondom, ezzel még nem fogunk bejjebb az ezrest, de hogy összeg... Lehet, hogy feltenném mondom, az 5 mm. Most mondom magának, hogy nem lesz olyan puha a járólapérzés, és csak mondja ezeket a szakszavakat, járólapérzés, de maguknak Ferike nem fog vetemedni. Soha a padló a izé. Tudod, ilyen összepattintós. Már akkor így voltunk a pálinka után. Akkor már ittatok egy pálinkát. Tudod, ilyen összepattintós. Milyen padlónak hívják ezt? Laminált. Szalagpark. Laminált. Nem tudom, na szalagparket, én laminált. Mint egy összepattintat. Maguknál sose fog vetemedni. Na most elmondom neked, hogy hegymászás van a nappalinkban. Így mész be. 10 cm. Konkrétan jegyet lecsen, és ilyen BMX huligánokat ugrálnak. Oh, pontosan így vagyunk, most, hogy elkezdett esni az eső, és kicsit nyitva vagyod a teraszajtót szellőzön. Gyere a hátsó félcsőbe, menjünk a Feriékhez! Az megszívja magát vízzel. Most mit csináljak? 5 év után hívjam föl. De beletartozik, hogy ő helyre tegye. Tehát az, hogyha valamilyen ember valamit a te házadba elkövet, igenis beletartozik, hogy kihívod, hát kell rá, hogy vállaljon garit. Erre a klímára is kell, hogy vállaljanak garit, konkrétan érted? Nálam ott falbontás lesz. A klímára értem? Vállaljon, de a beszél a izére, hogy ő nem szigetelte le, az az övé. Hát de figyelj, hát tényleg leesik egy kis kóf, fölhozott, fölöntöd ott a nagyszobát, és akkor tudtok. Aha, tök. Ugyanez nem az ajtótokok. Ajtótok ugyanez. Ott is az volt, mondtam, hogy én rendeset szeretnék. Én vidéki gyerek vagyok, nálunk rendes fa ajtótok volt, az elbírja az ajtót. Haversrác, azzal meg ilyenben voltunk az ajtótokos, a haversrác, figyelj, nem kell már, ez izé, ez uncsi, ez, hogy berakjuk el. Figyelj, mutatom, berakod, két oda, hogy összeütött, bepattan, és mindent elbír. Most már úgy bírja el, hogy ha nem csukod be az ajtót, hanem kit nyitva hagyod 15 cm-rel jobban, mint ahogy kéne, akkor így... Így leesik oldalra az egész ajtó, és kezdheted visszapattingatni az ajtótokokat. Na, imádom, így áll. Hát mindegyik egy zseni egyébként a maga nevében. Az... Mindegyik. Na jó, drága Monik, so hallgatok, nézzük meg, hogy kinél volt házfelújítás, jó? Hogy veszett össze a vizes emberrel, a kővágóval, a lapot lerakó emberrel, járólap, ugye hát itt minden van, a purhabot hozó mesteremberrel, fürdőszobaszerelés, ki... Festő, ugye, parkettázó, mi volt a félreértés, mi történt és hogy sikerült megoldani? Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Házfelújítás, lakásfelújítás, erről beszélgetünk. Milyen az, amikor az ember a saját lakásában próbálja megfejteni, honnan jön a baj? Rájöttem közben, hogy honnan tudom, hogy ázunk. Na honnan? Hogy 2 órája ettük a levest. Igen. Szóval, hogy hát figyelj, megfejtettük a dolgot, de látom azért ezzel nem vagyunk egyedül. Figyelj, ahol dolgoznak, ott mindig van valamiféle kis hiba százalék. Ugye jönnek a mesteremberek, hát néha nem egyszerű. Persze, nincs ezzel semmi baj. A nagyobb baj az azzal van, mert önmagában neked se a szigetelés hiánya a gond, hogy befúj a szél, hanem hogy gyakorlatilag újra kell falaznod egy 40 négyzetmétert a házon. Érted? Nem, barmán, jönnek a tippek. Hogy mit csinálj? Biztosítoztassam le gyorsan. De okos. És utána hívjam a szakit. Na, van egy hallgatónk, Attila, hello Attila, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Na, nálatok mit csinált a mester? Hát mi nálunk házat építettünk 8 évvel ezelőtt, és volt ez a heti szokásos bejárás, amikor műszaki ellenőrzés az építetővel, illetve én, aki nem értek hozzá, mentünk megnézni, hogy mire jutottak. És az egyik kőműves éppen falaszta be magát egy mellékenységbe. Nem, mondod komolyan. Megváltozott. Hát az történt, hogy egy olyan mellékenység volt, aminek csak ajtaja volt, ablaka nem. Igen. Megváltoztattuk az ajtónak a nyílását az egyik oldalról a másikra, és az egyik tervből nézte az egyik falat, a másik tervből nézte a másik falat. Atya de Isten. Nem tűnt föl neki, hogy nem fog tudni kijönni? Tehát én ezt értem a két tervet, de ott állt... De hát látnia kellett igen, volna, igen. Józan paraszti hát ész. Hát ez azt jelentik, a GPA, ugye? az nem megy neki. És hát 1,20-30 magasan állt a fal, amikor modernizálták a hétfő reggel, és... És hát rákérdezett a saját főnöke, hogy nem bőgszem a keresztnevére, hogy ne haragudj, de nem tűnik föl valami? Körülnézett, és azt mondta, hogy nem. Nem hiszem el. Nem hiszem el.
Nem, akkor szóltam neki, hogy ha kimászni és az egyik falat elbontaná, az egy nagyon... nagyon jó dolog lenne, de előbb-utóbb ugye elfogy a... Atya is, mire gondolhatod, hogy gyerekek, hogy mi lesz az a helyiség? Segítsetek már! Halványra gőzöm sincs. Az az érzésem, hogy ők nem nagyon gondolkodnak. Ja, hogy nem mindig gondolkodnak. Hogy is fogalmazok, az alkohol fog elveszi azt a szintet, hogy... Amikor picit a természetes fény így kezdett volna eltűnni, és egyre jobban szürkület van, és már-már sötétség, akkor azért az lehet, hogy feltűnt volna, és nagyon kétségbe esetre elkezdett volna kiabálni, de nem biztos, ki tudja. Tehát ebben két méter magasan lehet, hogy ki kiabál, hogy dobáljátok be a téglát, mert nem tudom rakni, vagy nem tudom. Igen, vagy valaki adja be az ebédet, igen. Igen. Atyaisten. Hát szép. Jól lett a ház, csak kérdezem. Tökéletes egyébként. Mindenkinek javaslom a műszaki ellenőröket, 6-10-szer mindent visszabontatnak, nem nekem kell vitatkozni. Az a jó, hát ha van egy jó kivitelező, az embernek persze. Az a házépítés, figyelj, arra több embernek a párkapcsolata is rámegy. Tehát az... A kivitelező nem annyira. A műsz, egy ellenőr, egy olyan ellenőr, aki ér hozzá, és nem nekem kell azt mondanom, hogy az szerde. Igen, hanem mert nekem bebizonyítják, hogy nem az. Persze, hát az ember nem ért hozzá, akkor ott bármit megmagyaráznak. Igen, mondjuk ebből a szempontból nekünk, aki csinálta, az nagyon jó. Nem magyarázkodik ilyen. Nem, nagyon jó. A klíma picit el lett nézni, de nekünk más probléma nem volt. Jól van, nagyon sok SMS-ünk van, megyünk tovább. Köszi, hogy elmondtad. Rendben, sziasztok, szép napot. Ciao, hello. Nálunk a mester a csemperagasztóhoz cementet kevert, mert úgy erősebb, aztán a csempe közepére rakott az anyagból egy kisi pogácsát, felrakta, este jött le az egész. Másnap már nem ő folytatta. Fürdőszoba burkolásnál hallottam azt a mondatot, amit sose akartam hallani a kik szájából. Hagyd a fenébe, jó az úgy. És te külső, vagy a szobában ért, hogy itt az a, hagyjad, jó lesz ezeknek ide. Fürdő felújítása a törölköző szállító felszereléssel a mester telibe furta a falban futó fűtéscsövet. Az milyen azt gyönyörű, és arra nem is jössz rá egyből, csak ugye amikor rákapcsolod a fűtést. Meglepődtünk ősszel, amikor a rendszer feltöltése közben ömlött a falból a víz, szép napot Dodó. És azt gondold el? És azt nem veszed észre, mert csak csöpög, mire ezt visszafejtett, bontod, igen. Villanyszerelőt hívtam, mert nem volt áram az egyik konnektorban, megcsinálni nem tudta, de miután elment, észrevettem, hogy most már az összes többiben sincs, amik eddig működtek. mekkora szaki. Van még egy hallgatónk itt bizony. A vonalban? Halló, jó reggel! Sziasztok, Emese vagyok. Halló, Emese, nálad mi történt? Hát én voltam az ablakos SMS, igaziból az történt, hogy jött egy kőműves ember, aki reklámozta magát, hogy kulcsakész házakat csinálnak, és hogy milyen profik, és hát igaziból az történt, hogy megkértük, hogy akkor a gyerekszobának az egyik ablakát, mivel az egyik felesleges volt, hogy akkor falazzák be. De előtte kibontottak egy falat, mondtuk, hogy jó, akkor abból a bontott téglából, hogy rakják be. Na most a történet az volt, hogy oda mentem, be van falazva az ablak, igen ám, de belülről itonggal volt berakva. És akkor kérdeztem őket, hogy hát, hogy miért, mert hogy nem ezt beszéltük meg. Azt mondták erre, hogy hát, hogy nem fért el ez a bontott tégla. De hát mondom, ugyanebből van rakva a ház. Hogy nem fért el? Hát az ablaktól. Mondom, ez most komoly. És kívülről megnéztem, belülről be volt rakva itonggal, kívülről pedig látott a szomszéd egy ablakot, ami mögött fal van. Nem hiszem el, Jézus. Én is itt tartottam, hogyha ezt nem hiszem el, tehát hogyha ezt nem látom, én ezt nem hiszem el. Igen. Én sok házfelújításon vagyok túl, láttam már csodákat az előző párháznál. Igen. Hát nem akartak hozzányúlni, hát ez szép ablak. Hát... Nem. Most mi van, ha egy év múlva érted, kitalálod, hogy te mégis akarsz oda ablakot, akkor csak leszedi az itongot. Igen. És már meg de gondolod, mit gondol a szomszéd? Ú, de rosszul viselkedik az a gyerek. Hú, de rosszul viselkedik. Nem tudták megnevelni, befalaszták. Ezt nevezem hát, ám, szülői szigorban. Befalaszták a gyereket. Atya igen, úgyhogy elég vicces történet. Atya bár Isten. Hát nyilván azután nem dolgoztatok ezzel a könyvessel, mert szerintem teljesen rendben volt. Ezt valahogy megértem. Hát ugye, ő belül van, ő nem látta, hogy mi van kívül, az már neki tök mindegy. Hát persze. Hát de ez... igen, rakta föl, az biztos. Jó, hát én utána mondtam neki, hogy mondom, akkor ezt talán így hagyjátok, így nehogy hozzányúljatok, mert ezt lefényképezem, és megmutatom mindenkinek. És elszégyelte magát, kiverték kívül az ablakot, és kívülről viszont berakta bontott téglával. Te és mi volt a menekülő duma? Mert az mindig érdekes, hogy mit szoktak mondani a végén. Tehát miután megtörténik a baj, hülyeséget csinál, akkor mi a duma? Nem volt semmi hát magyarázkodás? Ők azt mondták, hogy én nem mondtam, hogy ezt ki kell verni, ja, ezt az ablakot. Persze, általában te vagy a hülye. Én megmondtam, hogy mondom, egy kőművesnek hagyd ne mondjam már, hogy ki kell verni az ablakot. Igen. Hogyha beadatni. De kemény. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szívesen, sziasztok. Vannak még nagyon jó SMS-ek. Nálunk a burkoló fordítva tette fel a csempét.
A virágok hervadtal lefelé lógtak. Figyelj, amikor megkérdeztem, most mit lehet csinálni vele, azt válaszolta, hogy locsoljam. Na, elmészem. Az egy, gondolod, és aki ugye lakásfelültet, az tudja, hogy kiválasztod életed csempéjét. Álltok órákon keresztül, mert te mást akarsz, a nő mást akar, keresd, belemész, keresd, már unod, már ki vagy. Leteszed a fürdőszobájára, és azt mondod, ezt rakja föl. Mester, megvan az életünk csempéje. Hazamész, elmész, visszamész. És kicsit kiszáradtak a virágok, látod, hogy az összes feje lefelé van. Hát locsolni kell őket, hát nincs ezzel baj. Így komolyan gondolta vajon? Vagy... De az a durva, hogy ezt megcsinálják. Simán. Fogalmuk nincs. Sokan. Tisztelet a kivételek, vannak persze nyilván jó mesteremberek, de azért nem általánosítunk, minden szakmában mai jó mesterember. Ezt hallják meg azok is, akik most kicsit érzékenyebb lelkűek és magukra vették az előbbi megszólalókat. De hogy sok ilyen van. Én rengeteg ilyennel vívtam. Igen. Azt mondja, hogy nálunk a klímás olyan béna volt, hogy távozásnál még a kerítést is kidöntötte. Ezek után örülök, hogy a klíma fennmaradt a falon, ezt Ati küldte nekünk. Bali, én megcsinálom neked a szigetelést 250 ezerért. Ha minden jól megy, hívjál bizalommal, Luigi a szendvicses. Én benne bíznék. Ő az. Ő a te embered. Ő kell neked. Igen. Kőműves berakta az ablakpárkányt, ami az ablak felé lejtett. Az ablak felé lejtett, igen. Mikor kérdőre vonta a férjem, széttárta a kezét és közölte. Nem vagyok én iparművész. Szaki. Igazi szak. Most érted, hát most miért csinálja? De ott mondod neki, megpróbálod meggyőzni, hogy haló, be fog esni, tehát hogyha ráesik a víz, az befolyik a házba. Igen. Érted? Hogy nem az ipar, ez nem iparművészség, ez egyszerű agy. Imádom őket. És itt van a legnagyobb duma. A legjobb duma az volt, amikor a szobafestő azt mondta a ferde festésre, hogy majd kiegyenesedik, ha megszárad a fal. Ez nagyon jó. Jó, de szép. Na, hát igen, gyerekek. Aki még nem újított föl lakást vagy házat, felejtsd el. Nem élt még igazán. Inkább. Nem élt még igazán. Abban van a vitamin. Nálunk a mester a fürdőszobában nem javasolt a közepén a bűzelzárót, én hülye beleegyeztem, azóta, ha a kád nincs bedugva, és a szennyvízautomata bekapcsol, olyan az egész fürdő, mintha a budiban ülnénk, hiszen mindenhonnan lerántja a vizet. Nem feltétlen... Ne hallgassunk a mesterre, ez rossz küldte nekünk. Hát igen. Megérte, ez is egy jó. Mert ráadásul még azért is örülsz, mert megtakarít neked pénzt, érted? A bűzezer nem kell. Nem kell, jó az. Igen. A kőműves a kültéri bejárató ajtót felcserélte a beltéri ajtóval. Boldog volt, amikor megláttam. Nem veszi élet, tényleg nem veszed észre. Hát azért ott van különbség. Az én mesterem az erkélyt kövezte le úgy, hogy befelé lejtett. Az első eső után fölhívtam, azt mondta, Évikém, ezt így kell, mert így biztonságos. Hiszen nem Évikém. Fogsz kizuhanni, érted, ahogy hívják rá az imádom. Utcára. Én imádom őket, komolyan mondom, imádom. Nálunk a WC teték túl közel a falhoz, az ülőke lecsapódott, Szaki azt mondta, lehet úgy WC-zni, hogy hátradől a teteje, vagy hogy a másik kezeddel közben tartod. Persze, lehet, de nem akarok, érted? Nem akarok egy WC ülőkével a hátamon ülni a budit. Morning Show. Képzeljétek el, hogy egy elég fura sztori alakult így ki körülöttünk, mert hogy mostanában egyre gyakrabban hívogatnak minket egy ingatlan miatt, amit mi állítólag el szeretnénk adni. Na most annyira nem állítanak a valótlanságot, csak az a baj, hogy ez az ingatlan, ez Dunaújvárosban van, és hogy mi eddig nem tudtuk róla, hogy nekünk van egy Dunaújvárosi ingatlanunk, mi ennek nagyon örülünk. Tehát így én nagyon örülök neki, nem láttam, még nem jártunk, mielőtt el kell. Mindenképpen kimennénk és megnéznénk. Hogy mit adtok és el? Igen, hogy mit adunk el, mert képzeljétek el, hogy fönn van egy hirdetés több ingatlan portálon, ami egy dunaújvárosi felújított ingatlant próbál meg így reklámozni, értékesíteni, és van ott egy telefonszám mellette, az pedig hogy nem a feleségem telefonszám. Nagyon jó. Én mondjuk az a baj, hogy vagy megnézném, írtatok házassági szerződést annak idején, hogy van-e benne, hogy ő hozott a kapcsolatba egy Dunaújvárosi pecó. Ez is egyébként egy jogos felvetés, mert jól terel, ennek ma utána nézzük. Ugye? Igen. Figyelj. Érted, lehet, felhívnám hogy a Mónikának van idegen valami. Hanggal, hogy azért nehogy itt belemenjünk egy ilyen kis ingatlan értékesítésbe. Aha. Örökösödés, a többiet tudtod nélkül azért, nehogy aztán... Szia, anya! Elnézést! A Dunaújvárosi ingatlan iránt érdeklődés. Tiszteletem, jó napot kívánok! Olyan ismerős hang. De kiderült, hogy... De lehet, hogy valami elírás, nem? Hát attól félek, hogy nem, mert nem hiszem, hogy létezik olyan telefonszám, még egy olyan telefonszám, hogy mondjuk egy szám eltéréssel ugyanaz lenne, mint a feleségemé. Hát az lehet, hát mondjuk a hatosat, a feleséged vége, de mondjuk mit tudom én, 8-ast akart ütni. Csak elcsúszott a keze. Nem, a feleségem vége az oknyiban alszak.
Figyelj. Bosszú lenne. De hát ha valaki bosszút akar állni, és reális az ár, amivel feltették? Tehát, hogy egyéb... Nem, mert hogy ár sincsen fent, aha, tehát hogy arról szól a hirdetés, hogy ráfizetne az illető, mert ehelyett a lakás helyet szeretne kapni, ez egy egyszobás felújított, mondjuk egy ilyen másfél-két szobásot ráfizetéssel. Uh-huh. Kép van? Nincs. De kár. Nem, mert azon gondolkozom, hogyha valaki ki akart volna veletek szúrni, uh-huh, akkor vagy feltesz egy olyan áru lakást, ami irreálisan olcsó, hogy 100-al hívják egy nap, de ha nincs ár és cserélni cserés akar, akkor ez nem tűnik azonnal kiszúrásnak, mert akkor én fölrakok, mit tudom én, egy tényleg mit tudom egy SL Mercit, és azt mondom, hogy ez most családi okok miatt 4,5 millió forintért eladó, és fölhívnak egy nap 3000-en. Érted? Tehát, hogy ráadásul dunaújvárosi kislakás cserélne nagyobbra, nem tűnik annyira kiszúrásnak. Szerintem nagyon sok lakótelepi lakás eladó, és pont ez igazából a horog vagy a mézet smadzak, hogy te ráfizetéssel egy nagyobbat szívesen vásárolnál. Nagyon sok ilyen kondíciói lakást lehet kapni. És jönnek a telefonok, és így egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni. Ráadásul úgy utána keresgettem ilyen internetes portálokon, meg is találtam amúgy a hirdetést, és sajnos ez ilyen gyakorlatilag ilyen fiktív adatokkal is beregisztrálós oldal volt, tehát gyakorlatilag bárki bárhonnan beregisztrálhat, úgyhogy igazából nem kell, persze nem ingatlan közvetítő, meg nem is egy olyan lap mondjuk, ahova valóságos adatokkal kell bejelentkezni. Kivel szúrt ki Mónika az elmúlt fél évben? Virággal. Hát akkor megvan. Nem engedte este mesét nézni. Az a baj, többször is eltiltott a számítógéptől. Szerintem ez a dolog most ebben a durva dologban. Igen, anya, igen, akkor írom is. Gondolkozom, hogyha valakivel igazán ki akarnék szúrni, akkor egy ilyen Dunaújvárt. Az a baj, hogy ilyen olyan, tehát hogy akkor nem egy dunaújvárosi ingatlan hirdetést rakok fel, még ha nagyon kellendő is. Tehát, ha hogy nem, akkor... ahogy szoktad a pornót, hogy hív éjszaka is. Igen, hív éjszaka is, ha azt mondom, hogy elnézést téves, ne add föl, hívj újra, kicsit szégyellős vagyok, ha letagadom, tárcsázz újra. Nem tudok beszélni, ne add föl. Ha szadom inkább... az oldalakon lévő hirdetéseknek a 90%-a Balázs ismeretlen, illetve ismerős ellenségei közül kerülnek. Igen. Inkább este hív 8 után. Igen. Ha letagadom, nem veszem föl, ne add föl, hívj újra. De kellemetlen. Hát igen, mert az embernek számot kell változtatni, nem? Előbb-utóbb, tehát ha még most 3 héten keresztül napot a 100-szor felhívják a Mónit, akkor lehet, hogy azért számot kell változtatni. Hát vagy pedig csak annyit mondok, hogy sajnos már tártalan, köszönjük szépen. Na jó, de az új és ember, aki, egy aki látja... csak elfogynak. Ha csak nem teszi fel újra. És nem tudod fölhívni az üzemeltetőjét ennek az oldalnak? Gondolom ez egy ilyen hirdetési oldal. Hát most ez a következő lépés. Hogy vegyék le, mert tessék, hívjanak föl, ez a te számod, vagy a Mónika száma, akkor ez egy bizonyíték számukra, hogy hamis a szám, amit föltettek. Nyilvánvaló, hogy ezt el lehet intézni. Hát ez lesz, ez lesz. De én inkább kapargatnám ezt az ügyet. Nekem gyanús volt a Mónika eddig is, de olyan szépen éltetek, nem akartam mondani. Igaz, valamiért nem tudom, és elkezdett egy külön utakon járkálni, meg hát tessé, érted, eladja az aranytartalékot is, ezt a dunaújvárosi kecót is. Nehogy aztán... Ráadásul, amíg velem volt, felújítatta. Igen. Tessék a te pénzed. Érted, megörököltette, felújítottad, aztán az valami titkos kis lak legyen ott Dunaújvárosban. Most már nem kell, érted, valami kis dunaújvárosi vonal, jó, ott egy kis kuckó, egy ilyen kis fészek, ahova az ember meghúzhatja el magát, mikor... El szokott ünni egy 3 órás pilátesre, hát vagy ilyenekre? Igen. Hol voltál? Dunaújvárosban van egy nagyon jó joga oktató. Ugye? Ott jártam, hova mész, drágám, majd este jövök, Dunaújvárosban kiürült van dolgom. Érted. Ja, és ráadásul, ráadásul még így, azért meg is tollasodott mellettem rendesen, hiszen felújítatta, és ráadásul ráfizetéssel venne nagyobbat. Ugye, házasságban szerzett vagyok, közös vagyon, tehát ha ezt ő alattad akkor szerezte már, akkor ez már az tulajdonképpen az osztozkodásnál, ez fontos, hogy ki mit hozott, és ki mit szerzett, ugye, mert ha már házasságban álltatok, és úgy szerezte, azért az majd a vagyon megosztásnál, az már közös vagyonnak számít a hát akkor PTK szerint, úgyhogy azért erre figyeljél. Jövőre sem menjünk pár háléjában, megyünk Dunaújvárosba. Ez van. Jó, ha ezt a vonalat elengedjük, tehát, hogy a Mónikáé, és azon gondolkozunk, hogy akkor ki lehetett az, aki viszont föltette, ki az, aki az elmúlt fél évben neked rosszat akart. Várja, ki nem az? Ja, várjál, abból kevesebb van. De azért mondom, hogy melyiket könnyebb kizárni. Hát, nem tűnik annyira rossz akarónak. Elsőre én nem mondanám rá. Elsőre hát, vagy nem profi rossz akaró. Vagy nem egy igazán rossz indulatú rossz akaró. Igen. Tehát ennél aljasabb dolgot lehet költeni. Oké, hogy egyszer beütött téves telefonszámot, beregisztráltál, felraktad a hirdetést, kicsit átnézed, jó lesz. Elrontottam, mindegy. Egy hét után se hív senki, azért ránézel a hirdetésre. Hát egyrészt, másrészt megföltette egy másik hirdetési portára is ugyanezzel a számmal. Ott is elütötte. Meg a saját számát tényleg, ugye az ember.
olyan előfordulhat, hogy egy másik szolgáltatónál ugyanez a szám van? Hogy más hívójel? Tehát, hogy nem 70-es, hanem mit tudom én, 30-as. Aha, az hát, az szerintem előfordulhat. Persze, az előfordulhat. Mondjuk ezt elég könnyű csekkolni. Hogy? Hát hívod. Három hívás. Igen. Majd adjátok már oda a telótokat, hogy ne az enyém. Ja, hogy van az a nagy fekete az asztal. Megkérdezed, hogy uram, ön nem értékesít egy ingatlant éppen Dunaújvárosban? Jó napot kívánok, tiszteletem a Dunaújváros ingatlan kapcsán. Érdeklődnék, megvan-e még? És ha azt mondja, hogy végre maga az első, aki hívott, akkor megvan. Akkor, hogy miért, akkor meg kell neki mondani, hogy uram, ne haragudjon, csak cserélje már ki a hívószámot, mert hogy nem jó. Ez a telefonkiderítés tegnap előtt, azt hiszem szombat éjszaka fölhívtak, ilyen, hát éjszaka 9:30. A Dunaújváros ingatlan. Nem. Beleszól az ember, hogy haló, és ugye nem volt számkijelzés, mondom neki, hogy haló, parancsoljon, kit keres, ki jön, miben segíthetek. Azt mondja, maga kicsoda. Mondja neked? Nekem. Hát mondom, ne haragudjon, de hogy ön hívott engem, ráadásul, hogy nem kijelzett számról, ráadásul 9:30 van, nem gondolnám, hogy nekem kéne bemutatkozni, mert hogy mindig a hívó fél mondja először a nevét. Hát ez nem úgy van, de maga ki. Hát mondom, én értem, de... Ne sértődjük már meg, ne arra. Hagyjuk már, mit szeretne, akkor mondom, ezt engedjük el, hogy bemutatkozzunk. Ne bántódjon meg, hogy rám telefonál. Igen, ezt mondom, engedjük el, hogy bemutatkozzunk, mit szeretne. Hogy ez a... És akkor mond egy telefonszámot, és egyet elütött az egyik kettes helyett, nálam egy egyes van, és akkor ő azt ütötte be. És mondtam, hogy na, hát akkor ennyi a titok. Na jó, de maga kicsoda. Mondtam, hogy az mindegy, rossz a szám viszont hallásra. Érted? Tehát, hogy egy számot elütni, akár a számítógépen is, az nem egy nagy trúváj. Tehát, hogy azt meg lehet. De hogy két helyen is ugyanazt rontotta el, az már nem annyira vicces. És figyeljetek, ha közben sikerül elpasszolnunk a lakást, akkor kérhetünk belőle, ha hogy később kiderül. Hogy... Hát minimum egy közvetítő jutalékot, azért egy 5%, 4%, 5% azért mindenféleképpen kérjél. Legyen csak 3. Legyen csak 3, jó? Nem egy, mert mi olyan amatőrök vagyunk. De miért nem mentek el a címre? Kopogjatok be, lehet, hogy ott lakik. Aha, ez nagyon jó. Van cím? De most komolyan, nincs? Nem, jön jó, hogy nincs cím. Nincsen, mert csak a telefonszám van. Ja, csak telefonszám van. Az pedig ugye ismerős. És megjelenik ott a izék a kis cuccainkon. Jöttünk nyaralni. Jó napot kívánunk, érkeztünk nyaralni. Ez a számfeltevés, mint bosszú, ezt még csinálják egyébként szerintetek biztos emberek? Hogy szakítasz benne. Az exeddel, felrakod a számot. Múlt héten is csak kettőt tettem. Tehát eleve ez, mint maga, igen, mint maga ez a bosszú állás, hogy szakítok és bosszút állok. Ez szerintem baromi sokan csinálják egyik egyébként. Legnagyobb. Ez a kiszúrom a gumiját, leöntöm kromofággal, felteszem a számát, nem tudom elviselni, hogy mással van. Szerintem ezt nők, férfiak, ez felváltva. Tehát mind, ez nem is lehet ezt így lebontani, hogy ezt inkább férfiak vagy nők. Tehát amikor egy ex, amikor egy, mit tudom én, egy anyagi dolgok miatt az összeveszés után mondjuk a felek felteszik egymás számát, megszurkálják a kocsi gumit, leöntik, mint maga a bosszú áll. Mert már van olyan is, ami a karosszériát is megmarja, nem csak igen, a testéket. Igen, mi most a menő? Tehát, hogyha én például ki akarok veled szúrni, akkor én még mindig ilyen ódivatú vagyok, hogy tegyük fel a számát, mert akkor jó sokan följövek. Nagyon primitív, meg hát nem is akkor a bosszú, mert számot változtatni. Gumi kiszúrás? Kocsi leönt és felnyomása a NAV-nál vagyonosodás kérés? Vagy mi most a divatos szerintem kiszúrás? A szerelmi, vagy bosszúállás? A szakítás utáni a NAV-os az nem divat, ott szomszédot szoktak általában. Tehát meg azért sem divat, jelentes. Mert egyébként retorzió jött utána, hogyha kiderül, hogy nem igaz. Na jó, de bocsánat, névtelenül jelentesz. Én úgy szoktam mindig. Nincs névtelen jel. Ja, te háromszor úgy nyomtál föl engem közben. És abból kétszer be is jön. Elnézést, uram, hát megint jött egy telefonos feljelentés. Hagyj nézz, Rákóczi Ferenctől jött a feljelentés. De nem, tehát, hogy például... De rafinált vagy, nem? Hát persze. Jó napot Vadó kívánok. János mondok mindig. Tököl Imre vagyok. Kossuth Lajos. Szóval, hogy állnak bosszút mostanában az emberek? Szerintem például a szakítás után, nyilván ez így mindig megy, amikor az egyik fél nem tud bele nyugodni abba, hogy a másik fél ott hagyta és kilépett. Nem? Igen, de szerintem még egyszer van, a NAV az nem, de NAV a, nem. A telefonos nem. Az oké, okay, a kocsival kibabrás az is oké, okay, meg a házban valamit, pont most volt aha. Egy hír a napokban, hogy a elszakadt szerelmének megfőzte a kutyáját, és meghívta egy búcsúvacsira, igazi hülye valami. Ez egy valami ott se tudta feldolgozni, igen, ez valami vagy amerikai vagy angol csávó volt, most két napos azt hiszem a hír, jó, az mindenek az alja. Meghívta egy búcsúvacsira, és miután elment, akkor küldte SMS-ben, hogy jó étvágy, megetted be, a te kutyád volt. Jézus, atya úristen, én még mindig ott vagyok. Rakjuk fel a számát. Ugye ilyen maradi vagy? Hihetetlen mennyi. Csöngessünk be, fussunk át. Tegyünk a küszöbre valami ajándékot, amire nem is gondoljunk oda. Te jó isten, ehhez azért elég beteg. Ehhez azért elég betegnek kell lenni. Zárcsere?
Az ő lakás? Vagy már mire gondolsz? Mielőtt elmész, szépen lecserélted, amíg nálad vannak a kulcsok, az összes zárt lecserélteted és elmész. Hát, korrekt. És Az mondjuk szép. Igen. Én nem tudom, soha nem voltam ez a bosszú álló. Talán azért, mert sose hagytak ott. Igen. Nem. vagy legalább. Igen. Nem, ez nem jutott eszembe, hát attól mitől mert lesz mindig jobb? Mindig megelőzted, nem? Mindig egy léptem. A Balázs beszélünk el, elszakítunk! De csak azt akartam mondani, hogy anyád hívott meg, hogy menjünk át, hogy nem. Akkor, ja, semmi. Ki akarsz rúgni? Nem, hogy attól miért lesz jobb? Nem. Tehát, hogy kielégül az jobb ember, hogy effektíve bosszút áll, ha mondjuk őt kirakják, vagy a főnökén. Hát most például volt egy olyan hír, hogy kirakta a főnöke. Fogott egy targoncát és egy Audi A4-est. Ja, tényleg. A8-es, felborította. Felnyársalta, felforgatta, hátára rakta, megpörgette, még úgy a villával kicsit rá is nyomott hármat. Gazdasági, nem is gazdasági, teljesen totál kár lett az autó, akkor mondta, hogy köszönöm szépen, most már akkor nem baj, hogy felmondtam, hogy ad nyilván egy ilyen lelki kielégülést, ha te bármiért bosszút állsz, nem? Há, igen, ez csak itt azért tetten érnek, meg azért nem olcsó dolog egy ilyen A9-es. Hát az nem. Sőt, most úgy tudom, az A10-es rettentő drága. Igen. Megfizetetlen. De igen, ha Ausztriába mész, akkor az A9-esen tudsz venni. Igen. Olyankor tetten tudnak érni. Tehát, hogy az most neked jó, hogy egyébként meg egy bírósági ügy lesz belőle, és utána kifizetetik veled az okozott kárt? Van az elvakult állapot, amikor annyira szerelmes vagy, vagy annyira megbántottak, hogy ott hagytak, vagy annyira csalódtál, vagy annyira fűt a bosszú szomj, hogy egyszerűen nem törődsz a következményekkel, hanem egészen megpróbálsz az illetőn valahogy bosszút állni. Jó, nézzük meg, hallgatom innen, hogy történt-e ilyen. Álltak-e valakin bosszút? Ha igen, mit csináltak? Exek, férjek, szeretők, barátnők? Vagy ki az, aki mondjuk bevállalja SMS formájában, hogy ő igenis terrorizálta a feleségét, barátnőjét, exét, bosszút állt, számot feltett, becsöngetett, elrohant, ennél nyilván kicsit igen durvább módszerekre lehet gondolni. Ki az, aki a színes és a fehér zoknikat összekeverte? Összemosta? Összemosta a rózsaszín. Az a durva. Az durva. Tehát bosszú állás. És ki az, akit ott hagyott a feleség? Igen, ki, miért és kínáltak bosszút. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Nagyon érdekes témánk van, ugye Jani elmondta, hogy valószínű bosszúból lehet, hogy feltették a Móni telefonszámát egy internetes ingatlan közvetítő oldalra, és most egy dunaújvárosi lakást árultok nagy erővel. Így van. Naponta több hívás bonyolít szegény Móni. Reméljük elmegy. Reméljük minél előbb elagyek. És arról beszélgettünk, hogy ma nyilván az, hogy bosszú állás az még mindig létezik, és soha nem megy ki a divatból, és nem is fog kimenni. Milyen útja, módja van annak, hogyha valaki nem bírja elviselni, hogy otthagyják, vagy kirúgják a munkahelyről, vagy igazságtalannak érez valamit, hogy áll bosszút. Hallgatóink nagy része egyébként őszintén örülök, mert rengetegen írják azok is, akik bosszút álltak valakin, és nyilván sértettek is, írtak rengeteg SMS-t, hogy rajtuk az ex, a férj, a volt barátnő, hogy áll bosszút. Az már biztos, hogy levonható a konklúzió ebből az egész beszélgetésből, hogy hát tulajdonképpen a párkapcsolati bosszúállás az a legsűrűbb. Tehát az exek, a férjek, a felszarvazott feleségeknél nincs veszélyesebb, ha bosszúról van szó. Ez abszolút a csúcs. És az a legdurvább, hogyha mondjuk ez az illető albán, mert az albánoknál vérbosszú van még mind a mai nap. Nem szeretném, ha egy albán haragudna rám, igen. Itt van egy hallgatónk a vonalban, Szilvi. Hello, Szilvi, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello! Na, te álltál bosszút, vagy rajtad álltak bosszút? Hát igen. Nekem volt egy másfél éves kapcsolatom. Mindegy. Figyelj. Ami... Igen? Ja, bocsi, nem hallottam. Nem, hogy te álltál bosszú, csak az volt a kérdés, vagy rajtad állt valaki bosszú? Nem, rajtam. Na, mi történt? Hát egy a másfél éves kapcsolat után ugye elhagytam az úriembert, aki ezt nem igazán tudta elviselni. Feltelt már egy jó fél év, mikor regisztráltam egy ilyen társkereső oldalra, és... Hát jöttek üzenetek, ugye írogattunk, és akkor jött a személyes találkozó. Ugye az úriember hol katonatiszt, hol rendőr, hol portás, de ugye mindig más névvel, mindig más arccal. Hol portás. Atya Isten. Mindig más lakhelyen jelentkezett be. És akkor megbeszéltünk egy találkozót, még egy étteremben, én vártam, és akkor megjelent az ex. Csak itt elmondta, hogy milyen ember vagyok, hogy én elmertem hagyni, és hát ezt így nem fogja és az hagyni. Összes randidra elment, vagy néhány randinő megjelent? Így van. Atya Isten. De nem úgy csinálta, hogy naponta vagy hetente, hanem eltelt 2 hét, hogy jelentkezett, hogy szia, szimpatikus vagy,
Mondjuk a harmadiknál én már kezdtem volna gyanakodni. Hát aztán átmentem egy másik oldalra, amiről gondoltam, hogy nem tud, hát ez nem jött össze. Úgyhogy volt egy olyan 6-7 ilyen akció, és akkor itt öröltem magam. Azért ez beteges, ahol szakítasz, és utána minden randin ott ülsz a férjeddel, mert ő jön randizni. Tehát egy ideig röhög ezen az ember, de azért ez átélve nyilván egy idő után azért ez elég nyomasztó. Hát igen, és akkor ez így nem volt elég. Tehát neki jöttek még a fenyegetések, hogy bárkim lesz, azt majd leveri és megveri. És most mi van vele? Tudsz valamit? Vagy van valaki? Hál' Istennek nem. Hát állítólag van. Hát sajnálom az életet, megmondom. Neked az a jobb, hogy van. Nyilván neki nem jó, vagy majd rájön, de neked az a jobb. És nem is akarta ezeken a randikon újra kezdeni, hanem csak a fenyegetés. Aha. Hát volt, amikor elhordott mindennek, és akkor azt mondta, hogy de én szeret. És úristen, hát. Kicsit furcsán szeret, de szeret. Így van, igen. Hogy így is visszafogadna, igen. Hát nyilván a birtoklással keverte a szeretetet, igen. Jól hát, van, örülünk, hogy megszabadultál tőle, ez jó. Nem egy egyszerű. Még szerencsére nem történt komolyabb, mert az ilyen kicsit mániákus emberek hát, azért utána egyre durvább. Igen, mert mondta, hogy az autómmal baj lehet, vagy igen. És mennyire nyomasztó tud lenni egy idő után, tehát és mennyire fura, hogy az ember, akivel te egykor együtt voltál, szeretted, mindent megbeszéltetek, konkrétan az ellenségeddé válik, elkezdesz félni tőle, menekülni tőle, tehát egy ilyet átélni egyébként valójában szörnyű. Így amikor van, éjszakai telefonok. Igen, tehát elkezdesz tőle tényleg fizikailag félni, mert ezt váltja ki belőled, igen. Szilvi, köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS, mert rengeteg hallgatónk vállalja azt, hogy ő viszont bosszút állt, amikor vele szakítottak. Jelentkezett például egy katona, egy rendőr és egy portás is. Fura, hogy ugyanaz a hangja. Megtartottam a lakáskulcsot, miután vége lett, és néha bementem, és elvettem egy 20 000-est a kasszájából. Hónap végén mindig hívott, hogy valahogy nem jön ki a pénzből, nem tudok segíteni. Én visszaadtam a 20 000-est, ő pedig mindig nagyon hálás volt, egy éjszakával hálálta meg. Kicsit beteg viszony azért ez így ebben a formában. Igen. Elhagytam a férjem, mire ő elküldte a még nálam maradt ruháimat, apróságaimat. A varrós dobozomban belerejtett egy nyomkövető kutyütyüt. Ezt gyorsan átprogramoztuk, más koordinátákat írtunk bele. Így találta magát hajnalra az ágfalvai posta előtt 200 kilométerre onnan, ahol valójában voltam. Azt a mindenit. Ez nagyon jó. Gondolom nem próbálkozom. Gondolod, azért is mennyire beteg, hogy a varrós dobozba belerejtesz egy ilyen kis kütyüt, nem? Ott elakadnék, hogy hol szerdel ilyen kütyüt, nem? Hát hogy mennyire betegnek kell ezzel. Nem jön fel az ujjadra a gyűszű, tudod. Igen. Kis kamera. A volt férjem a válás után 7 év alatt juttatta vissza az USA-ba maradt holmiaimat. Évente egyszer egy csomag, hol szemetes zsákban, hol szatyorban. Ez is milyen komoly lelki terror. Néha volt válóperes ügyvédem irodájába, néha a szüleim küszöbére tette. Az utolsó csomag az esküvő előtti nap érkezett meg, 7 évvel a válás után napra pontosan. Ezért itt is van. Ő beteg. Igen. A degenerált volt csajom, miután megtudta, hogy csodaszép olasz autóm fontosabb, mint ő, összekarcolta, belenyitotta az ajtót a falba. Utolsó este belenyírtam 0-ás géppel a derékigérő hajába. Azért ezek is szép történetek, nem? Szétköltöztünk tavasszal, és egész nyáron egymástól lopkodtuk vissza az autót. Hát, hogy jutott el idáig? Amiről ő is tudta, hogy az enyém. A rendőrség nem avatkozott közbe, mert még nem voltunk elválva. Csak röhögtek az egészen ide, Feri. Egyik haverom villanyszerelő úgy állt bosszút a volt barátnőjében, hogy felment a villanyoszlopra a házuk előtt, és kikötötte a kábel tévét. Az már bátor azért. Mennyire piti állás. Igen. Jó. Na jó. Akkor elveszem tőled a digit, ha másé vagy. Nem nézheted izaurát. És már mászik is föl, tudod. Megyek, felmászom. Ez azért mennyire elletemültnek kell lenni, te jó Isten. A mai menő bosszúállás a Facebookra való regisztrálás az ex nevén, és mesztelen képek, közös szex videók feltöltése, ismerősök bejelölése, oldal nyilvánossá tétele. Elég finom. Aha. Csak hogy mi is tanuljunk valami új módszert. Gyerekek, Facebookra kell föltenni az exeket. Na jó, de akkor a közös szex videódat fölteszed, már ha van ilyen, akkor azon te is rajta vagy. De akkor vagy annyira elletemült, hogy... Hadd szóljon. Igen, meg ami egy palinak büszkeség, az egy nőnek kellemetlen. Aha, tudod azért, a szex videók az általában az inkább a nőknek kellemetlen. Engem megveretett a volt barátnőm, írja Gombi. Sajnos nem írja, hogy miért, vagy hogyan. Van még egy hallgatónk. Hello, Léna, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Te bosszút álltál, vagy rajtad bosszút álltak? Én voltam a gonosz. Te voltál a bosszúálló. És ahogy hallom, élvezted. Nagyon. Na, mit csinál egy csaj, tessék? Mert azt tudjuk, hogy a pasik nagyjából hogy állnak bosszút, de egy lány mit csinál? Az volt
a probléma, hogy nem kedvelte a cicámat, mert a cicám nagyon szerette a halat, és ő utálta a halszagot. Micsoda komoly probléma, azt a minden. Igen, ez aztán egy szakításhoz vezetett, mert már azt mondta, hogy akkor válaszak a macska is közte. A macskát jobban szerettem, úgyhogy maradt a macska. És vettem egy nagy zacskó tengeri herkentyűt, meg egy néhány darab tengeri halat. Ezeket szépen fölkockáztam, és elrejtettem a szekrény mögé, a ágynemi tartóba belevartam a párnába. Atya Isten, de neked volt erre energiát, hogy visszajárja az exed lakására halat elrejteni? Hát egy nap alatt csináltam. Aha. Amikor átmentem ezt a pakolnod összes tudtomat, akkor... Még szerintem ő se bánja annyira, hogy ebből szakítás lett, mert azért benned is van némi kis kattantság. Tehát azért, aki halat rejtel az Excel lakásába, azért, hogy kiszúrja vele, mert jó büdös lesz, azért... Igen. Fél évig kereste a halakat. Uh-huh. Fél évig nem fél találta után, meg? Fél év után írt egy SMS, hogy most már minden megvan, kitakarított, köszöni szépen. Hát, képzel ezt a szagot. Atya Isten. Na de várjál. Ilyen nőktől menekülni kell. Már bocsánat, de hogy azért benned is van némi hiba százalék, Léna. De te miért álltál rajta bosszút? Tehát azt mondod, hogy a macskát jobban szereted, mint őt. Igen, de szerintem egy cicával nem lehet így viselkedni. Jézus Isten. Ujjaj. Atya Isten. Egyébként most ebben a pillanatban adtam neked igazat. Tényleg, mert egy cicával nem viselkedjen így az ember. De mi azért egyszerűen nem szerette a macskádat, ezért te bosszút álltál? Ez volt a kiváltó indok a szakításnak. Volt még nagyon sok egyéb más probléma is, de igazából emiatt ment minden nap a veszekedés, és emiatt mondtam azt, hogy akkor elég. Uh-huh. De láttad a cicán, hogy ő is megzuhant egy kicsit, hogy rosszul esett neki ez a dolog, hogy mit tudom én, össze... Picit így vizet begubózott, könnyes volt a szeme. Nem. Kedvenc ragúját eltolta. Én nagyon szeretem a cicát. Aha, igen, ezt halljuk. Most van párod? Te leszel az, aki időskorában négy cicával, három galambbal, meg egy kanárival fogsz együtt élni. Igen, vitatkozol a híradóval. Azt mondta, hogy megjavultam. Kicsit normálisabb lettem. Aha, mióta van most párod? 3 éve élünk együtt. Uh-huh. Szed valamit, szegény? Vagy hogy? Vagy elpusztott. Allergia gyógyszert a macskára. Ja, neki sincs más választás. Atya Isten. Szegény, hát nem irigylem. Köszi, hogy elmondtad. Sziasztok! Szia! Hello! Hello! Atya Isten! Hát igen! Mondjátok a nevét és a számát, nehogy összejöjjön vele valaki. Azonnali kényszergyógykezelés. Azonnal. Nem szerettem a macskámat, ezért szakítottam és halat rejtettem rá a lakásába. Te jó Isten! Uh-huh. Az milyen, amikor a gyereken állnak bosszút, írja egy hallgató, egy tönkrement házasság miatt egy jó ügyvéddel elvetítik a gyereket az anyjától 4 évesen. De ez is kemény, nem szeretnék nyilatkozni, írja Kati. Volt nejem, a kazánban elégette az összes ruhámat. Korrekt. Könnyebb a költözés, nem kell annyit cipekedni. Várjál, figyelj csak, hogy hova fajul egy, amikor tényleg emberek szeretik egymást, hogy a legnagyobb szerelemből a legnagyobb ellenségeskedés lesz, hogy milyen érdekesen működik az ember, nem? Viszonzásul felgyújtottam a kocsiját. Király! Megúsztam 1 év próbaidővel. István küldte nekünk. Azok a rohadt érzelmek, nem? Ugye? A rohadt érzelmek. Ezt hívják lángoló szerelemnek, nem? De tényleg. Ott állsz egy nővel, fogod a kezét, és azt mondod, hogy Holtom Iglán, igen, szeretlek, s bajban, minden, hogy együtt, 5 év múlva felgyújtod a ruháit, vagy a kocsiját, azért nagyon szép. Én ott a 7 éves sztorinál, amikor 7 éve, vagy 7 éven keresztül küldte el ugye a cuccokat, és a készfogó előtt az utolsó csomagot, ott azért egy picit úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon annak az embernek jó az, hogy 7 éven keresztül még cipeli magával ezt a lelki terhet, hogy ezzel van elfoglalva, hogy tényleg, hogy ez a pitiáner és olcsó dolog így egyszerűen nyomasztja, és a hétköznapjait meghatároz, hogy nem jobb elengedni a másikat a francba, ha már bosszút állsz, álljál bosszút egyszer aztán. De 7 éven keresztül valaki folyamatosan ezzel foglalkozik, azt már azért szánni kell. Tehát, hogy én a saját életemről biztos, hogy nem szánnék senkire ennyi időt, hogy megmérgezzem a saját életemet, a saját hangulatomat, a hétköznapjaimat. Hát, ha az okoz kielégülést ott abban az adott helyzetben, akkor nyilván... De 7 évig? 7 éven keresztül nyilván, igen, a szisztematikus bosszúállás az tud azért egyfajta kielégülést okozni, tehát nagyon sok ilyen beteg ember van, akinek az a örömet, hogyha nekem nem jó, akkor megkeserítem a te életedet is. Persze, persze. Igen. Volt üzletársam elvárás után vonatállomásokra föliratta a telefonszámomat, hogy hívjanak, nyugodtan, meleg vagyok. Ó, jól. Igen, ez a szexhirdetés is nagyon megy. Az exem szexhirdetés ragasztott fel főiskolai női WC-be. Roland küldte nekünk. Az én volt párom, miután nemet mondtam a házasságra, másnap beszervezett egy pásztorórát magának, és mindezt úgy időzítette, hogy amikor hazaértem a melóból, szembesüljek a tényekkel. És itt nem állt meg, másnap kirúgatott az állásomból koholt vádakkal, így a Laci, tehát mindezt egy nő csinálta.
Azért a nők is mire képesek, nem? Ez komoly. Te lefekszel valakivel csak azért, hogy tehát, hogy érted a párod, akivel ki akarsz szúrni hazajön, te meg ott henteregsz egy hapsival. Hát ha nemet mond, vagy esküvő lesz. Vagy mellé húzok. Igen. Atya Isten, milyen SMS-ek vannak. Igen. Morning Show. A San Diego-ban egy nagyon érdekes dolgot vezettek be. Lehet, hogy itthon is érdemes lenne, bár ilyen taxissal mi még nem találkoztunk. Te. Minden reggel leellenőrzik a taxisofőröket. Ha büdösek, ha ápolatlanok, akkor hazaküldik őket. Nagyon helyes. Támogatom, azért mondtam, hogy te nem találkoztál, mert én még a régi időkben, ami nem volt szabályzás, kérlek szépen, akkor volt egy ember, aki rendszeresen valonnan levadászta a megrendeléseket, egy mezitlábas taxis volt, és senki nem tudta, hogy hogy csinálta. Valószínűleg rá tudott menni valahogy a rendes taxitársaság forgalmazására, és úgy tökre megörült, hogy egy percen belül ott volt, egyébként a kocsi jól nézett, ki nem volt vele, majd beültél, és amikor becsuktad az ajtót, akkor jött a döbbenet. Kicsit elkezdett csípni a szemed, kicsit úgy belábadt a szemed, hogy megszagoltad saját magad, ugye elindul a kontroll. Nyilván én vagyok, aztán körbenézel, de a kocsi maga tiszta volt, és az a fajta büdösség, ami az izzadsággal jön, tehát ez a hóna, már mondjuk ki, igen, a rettenetes savas hónajszag, amitől nemhogy elkezdett könnyezni a szemed, besírtál. És még ez a kis karácsonyfa wunderbaum, ami szokott lógni, az nem volt, mert az szokott segíteni azért. Hát amikor az a kettő keveredik, és némi cigaretta szagban, még az jó tud lenni, igen. De itt hogy ellenőrzik ebben, az az érdekes. Tehát, hogy elindulnak a San Diego-i taxisok, őket berendelik, vannak, mit tudom én, nem tudom, 2000-en, 10000-en, nem tudom mennyien, és őket egyenként leellenőrzik, mert állítólag minden reggel le kell jelentkezniük, és ugye nem lehet tudni, hogy mi a menete a csekkolásnak, de ha valaki koszos, vagy az autója büdös, akkor a kollégája is felnyomhatja. Na de te nem ülsz be a másik taxiba, a taxisként. De hogy gondolom, hogy jutalmat kapnak, tehát hogy beleszagolhatsz, csekkolhatod. Tehát, hogy igen, hogy mekkora rohadékság egyébként. Hát, tényleg. Hogy ugye plusz pénzt kap az, aki feljelenti. Tehát a csekkolás azért az érdekes dolog, hát az hogy van? 1500-2000 ember felveszi reggel a munkát, van egy orra, aki két körbe megy, és mindenkit megszagol. Most nem tudom, Amcsiban, hogy van, de ugye itt nálunk a taxisok, azok hazaviszik az autójukat. Ott úgy működik, hogy a taxi állomáson le kell tenned a kocsidat, vagy ott, érted? Mert akkor, ha ez így van, hogy ő bejön... Ott igen, ott fölveszed valószínűleg a taxit. Aha. Igen, tehát ott leadod este, és fölveszed reggel. Aha. Na jöjjön csak be, Jack! És akkor amikor átadod a kulcsot, meg a papírokat, akkor meg tudsz szagolni. És igen, azt mondod, hogy nem mehetsz ki a forgalomba. Mert nálunk ez ugye azért nem megvalósítható, mert otthonról indul a taxis. Tehát otthon van az autója. Hát a saját autó van. Aha. Én nem tudom, hogy van-e Magyarországon ez a felveszed az autót. Nem. Hát itt saját autód van, te mész fel, le van jelentve, arra fizetsz be egy csomó mindent, és az úgy működik. És igen, az átülés az hogy van? Tehát, hogy odaszólsz, hogy figyelj, nekem nem jó a fűtésem, kicsit beülnék melegedni? Másik taxisként? És akkor beültél? Hát vagy reggel felveszed az autót, és ha azt érzed büdösnek, akkor jelentett, hogy a reggel felvett autóba tudják, hogy kiült előző nap. Hát még nem? Az előző taxisnak a szaga benne. Igen, csak azt nem tudom, hogy az embereket hogy csekkolják. Még az a kolléga azért, aki felnyomja, nem? Azért az is kemény. Jó pénz, mindenre van ember. Hogy kapsz egy fejpénzt, akkor felnyomod a kollégát? Igen, $5 egy felnyomás. 5 dolcsi, 10-et megcsesz, $50 van, tök jó. Ezek a felnyomós, ilyen vamzerkedős kollégák azért ezek nagyon kemények tudnak lenni. Szerintem meg tök... Mi, ahhoz, hogy felnyomod? Ahhoz, hogy azonnal eladnál 5 forintért. Mi? Mondjuk az én kocsimat el tudnád. Hát nem csak a kocsidat, már téged is többször jelentettelek a főnökségnél, de igen. Ugye, ahhoz szerintem, hogy normálisan működjön egy közösség, kellenek azok a kontrollok, amit csak egymás iránt tudunk megtenni. És ez nem vamzerkedés, ez nem feljelentés, ez a normális együttélés alapja, hogyha nekem bajom van azzal, hogy te összemorzsádozod az asztalt, belekened a mézet. Mikor elszaladsz és szólsz, akkor azt mondom, ezért hogy... vonnak engem mindenért felelősségre szerdán, mert kiderül, hogy te vagy a tégla. Gyerekek, hát olyan dolgokat tudnak szerdán ezeken az értekezeten, amit nem tudhatnak. Mi történt ezzel a laptoppal, miért lett mézes, hogy jön ez most ide? Igen, mert az egy közösségi laptop, az nem a te tulajdonod, az a cég tulajdona, érted? És te vagy ez a kis felnyomós. Most én nem azt mondtam, hogy én vagyok, én csak mondom, hogy én képvisem azt az álláspontot itt a cégen belül, hogy vigyázzunk az értékeinkre. Aha. Érted? Ezért tudnak ők annyi mindent szerdán egyébként. Mondom, nem feltétlenül én vagyok, az csak én azt csak gondolom, csak leadod, hogy... a drótot. Te rohadé. Most még melyik? Miben buktam? Most egyébként semmi, most annyira vigyázok már ezekre a felszerelésekre, hogy szóltak, hogy legyek szíves megkímélni mindenféle táplálék zabtól, meg méztől, amit én itt reggel fogyasztok általában a laptopon. Nem, azért ez igen, jó, hát egyrészt akkor ezt eltettük. Ezt holnap jelentjük a Janinak is, hogy megvan, hogy ki a tégla. Ez nem vamzerkedés egyébként, ez nem felnyomás, ez a korrekt, tisztességes együttélés alapja.
Vajon minden munkahelyen van, igen, ez szépen kijöttél ebből. Vajon minden munkahelyen van ilyen az úgynevezett idegesítő, most nem is csak arra gondolok, hogy vamzerkodik, de az idegesítő kolléga az vajon mindenhol van? Az van, nem? Az van. Tehát aki, nekünk például nagyon sok olyan kollégánk volt régebben, tudod, van az a több típusú kolléga van, de van a mindent tud. Hagyd majd én, ezt így kell. Sosincs úgy, ahogy ő mondja. Ja, hogy meg is csinálja helyetted, bármi, az a jobb. Bármi, amivel problémád van, ő jön és megoldja. Aztán kiderül, hogy nem tudja megoldani. Vagy rosszat mond, vagy hosszabb utat mond, de van az a mindenbe beleszólós, mindent erintőzős, mindent tudod, legyintős, majd ő. Amikor Damban ez megvan volt, ez a típus? Damban volt. Honnan tudhatnám, kolléga, majd én tudom. Aki mindig azt mondta, majd ő a nyomtatót, azt majd ő kezeli, mert mi mindannyian hülyék vagyunk hozzá egy papírt. Na, erről beszélek, igen. És akkor mondtuk, hogy most törted el a papírtálcát. Tehát, hogy értelek, hogy te értesz hozzá, de nem ez volt. És az a recsen, és az pedig nem a hivatalos hang, hogy visszatolod, hanem eltört a papírtálca. Ilyen volt, de ő vamzerkedett is. Én csak jelentem azokat az eseményeket, amelyek nem, veszélyesek. Két héttel ezelőtt belöntöttem a teámat a laptopomba. Fura, hogy a Titus tudott róla, és így azon kattogtam, hogy honnan a francból tudja ezt, hogy most egy deci tea belement. Ennyi. Most kicsit az iszképgól, meg nem tudom, az F1, F8-at kicsit megsérült. Igen, az a laptop, az használhatatlan a többiek számára, és hozzáragad. Ne, ez nem rohadékság, gyerekek, most tényleg hallgatok, védjetek már meg, ez nem rohadékság. Te rohadt vamzer. Na, aztán oda jelengetsz. Na jó, van, szépen vagy. Ákos 10-től már ott mondja a híreket, vagy következő hát, hírszer. Leszokott már arról, hogy a helyemre beüljön itt. Már itt mindenki tudja a rádióban, hogy nem jó erre a székre ráülni, meg ide, mert itt mindenféle dolgok vannak, úgyhogy nem tartok túlságosan rendet. Szóval volt ilyen kolléga, aki majd ő tudja, majd ő majd megmondja. Majd én tudom, és állandóan eltörte a papír tartótálcát a izén a nyomtatón, úgyhogy ezt egy idő után kivettük a kezéből. Milyen típus van még, ami idegesítő kolléga lehet, ugye? Van a majd ő tudja, majd én megmondom, majd én megoldom. Van a számon kérő kicsit önkéntes rendőr, ha nem dobod bele a kukába a szemetet, véletlen mellé dobod, almacsutkát hagysz az asztalodon. Kicsit ez az Anna típus. Ez a úgy rak rendet utánad, hogy azért szól, hogy ő most rendet rakott, igen, és azért érezd magad rosszul, hogy ő rendet. Te nem kérted rá. Ebből kettő van a jó, Jani is. Jó, majd akkor én ezt a tányért elviszem. Tudod, igen, van ez a típus. Ne vidd el, köszönöm. Ne, jó, nem kell, majd látom, hogy... És tudod, még eszel, még rajta van az utolsó szedkét. Majd én elviszem. De majd később ő elviszi. Kicsit megsértődik, felháborodik, nem kéred rá. Ő elteszi, de azért érezteti, hogy ő eltette. Van ez a típusú kolléga is, tudod. Van a másik. Szedjük össze akkor azt a néhányat. Jani, de ő sose szól. A Jani nem, a Jani csendesen pakol, magában duzzog. Igen, az sokat. Anna viszont megmondja. Miért az Anna? Szerintem én az Annával vagyok, az Anna is tök korrekt például. Az Anna féle viselkedés is tök korrekt. Tehát nézd meg, megint itt hagytál kettő darab tányért magad mellett, igen, megint reggeliztél, az Anna be fog jönni, és ezeket el fogja vinni. És rosszul miért vagyok attól, ha valaki addig pakol, amíg tart a munkaidőm. Ezek a tányérok azért vannak itt... Már viszem is őket ki. De tényleg, nézd most... már meg, hogy néz ki. Megette belőle? Meg. De megettem. Megette. Ez egy adóstúdió, gyerekek. Nem van. Eleve nem ide. Ne vamzerkedjetek, hogy eszem a stúdióban, nem lehet enni a stúdió. És itt van a méz az asztalon, már menjél. Néznek szőlő. És ezt így bele az éterbe, tudod, a technikai igazgató az most borult rá a kocsira. Nem is a Gyulához. Már itt van a Gyula. Figyeljetek, 10-ig tart a munkaidő. 10 órakor én fogom a kis adásmenetemet, újságokat ott, és mindent elviszek magam után. De itt 8:30-kor itt nekiálltok sürögni, forogni, vamzerkedni, jelenteni, elpakolni, hát ettől én megőrülök. Nézd már meg, szőlőfürt maradékok, meg hát Istenem, magok. Hát, most én rossz ember vagyok, hogy megettem egy fürt szőlőt 8:30-kor? Ne, a pablagon tedd, ott az előtérben tedd. Igen, az azért van az asztal kint, érted? Úristen, ki itt? Igen. Én kikkel dolgozom én együtt minden reggel? Két rendes emberrel. Ilyen jelentgetős vamzerrel dolgozom én. Fúj. De ez nem jelentgetés, hát elpakol, csak a te épülésed érdekében ő megjegyzi, hogy ne add itt legközelebb. Zsűl, te ne bologass, te is velük vagy? Hát nem lehetsz velük. Lenne. Nem lehetsz velük. Jó, szóval van az Anna típus. Az időben nem, a nem kértem, igen, de elrakom, de rosszul szóval nézek rá. Próbálok nevelni, igen. Nem adtam még föl, hogy embert csinálok belőled. Apró kérős, köszönöm. Apró kérős, sosincs pénzem, adj egy 100-as típus, megvan? Én vagyok. Nincs. Gyerekek. Dehogy az RTL-ben van egy ember, ha nem kért eddig tőlem el 1,5 millió forint százasokban, gyerek, azt komolyan mondom, figyelj, én veszek neked egy lakást. Esküszöm, csak ne kérjél többet. Vagy tudod, itt egy ezres, és felejts egy hol. Bali, nincs 200-ad, nincs apró, mindegy egy kávé. Tapogatja a zsebeit. Rohadtul nincs nála sem. Persze, figyelj, itt van. Tudod, másnap megint megy be 5 percet, hogy Bali, van egy, már meglát, Bali, van egy 100-asod? Hülye vagy, ne nézzél már, hogy mi a fejős tehén. Csak bankkártya van nálam. Igen, ez az a típus. Van egy ezresem, nem akarok fölváltani. De mi mennyi a számla? 800 forint. Hát vásd már föl azért azt az ezrest, érted? Most azért... Egy ezre. Nyugodtan feltűnsz, tehát van az állandó apró kérő, megvan? Azt te vagy? Én szoktam, de azért, mert nekem meg nem fogadja be a gép.
a 100 forintost. Van olyan, tudod? Igen. És egyébként rájöttem, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez még jobb, mert akkor nem kérsz, hanem ott állsz a gépen, dobod bele a 100-ast. Ha egy picit megreszeled, megkereszelni, akkor nem veszi, ja, akkor nem veszi be. A körömreszelővel az egyik oldalt megreszeled a 100-asnak, akkor érted, ott fogsz állni, és megsajnálnak, hogy van neki 100 forintja, de nem veszi be a gép. Jaj, és akkor... most is itt van a zsebedben ez a 100-as? Nem mondom, nem, a reggeli kávét azt te fizetted. És akkor érted, ad egy 100-as, mert azt mondja, és nem fogadj el, hagyjad a tiédet, jó, jó van. Úgy, minden nálad... nap van egy ingyen kávé. Nagyon jó, hűtőbe belevős, kievős. Na ki az? Na tényleg? Ki az? Mióta Jari nem hoz túra Rudit, azóta nem csinálom. Tehát mióta nincs túra Rudi a hűtőben, azóta nem csinálom. Ez nem igaz, te mindent kieszel a hűtőben, nem csak a túra Rudit, hanem ami van. De most csak romlott dolgok vannak benne, ne. Igen, ideje az, hogy senki nem tett semmit a hűtőszekrénynek. Kievős, a túra Rudit, a más mézét, a más kávéját, a más tejét. Na? Igen, abszolút. Ugye, jó, hát egy kicsit beveszek, igen. Na. Van a nagyon probléma meghallgatós, az megvan? Probléma meghallgatós, nagyon bólogat. Ügyle. Igen. Ő mesél, nekem mesél, de. Igen, kimész azonnal. És mindenkinek. Igen, az nagyon, nagyon átérző, nagyon, ez nagyon szétmondja mindenkinek ez a típus, hogy én munkahelyi típuson gondolkozom. Van egy pár, akivel azért így együtt kell élni. Ettől a típustól nagyon rossz kedvű leszett. Tehát volt olyan, hogy kimentem, semmi bajom nem volt. Láttam, hogy nem stimmel valami. Nem, mondom, minden oké, jól vagyok. Igen. Van a rosszat beléd magyarázós. Nem, tényleg, látom, van. Látom. De nem, minden oké. Okay. Uh-huh. Nem akarod elmondani mit. De nem, mondom, minden oké. Okay. És egyre idegesebb vagy és már tőle. És egy idő után már valamit mondasz, amiből ő aztán azonnal szétspriceli. Jön a színezés, persze. Teljesen érdektelen dolgok hosszan elmesélése, miközben újságot olvasnál. Megvan az a kolléga? Fú. Anna. Soha nem megyek oda! Így olvasom a Népszabadságot, hogy akkorára nyitom, mint egy ilyen kémfilmbe, tudod, hogy eltűnik reggel. Hát és képzeld el, reggel oda mentem a zöldségeshez, és a zöldséges azt mondja, hogy friss a tojás, aranyom. Hát képzeld el, nem volt friss a tojás. Tudod, bebudolálom magam, mint egy hajléktalan újsággal, hogy eltűnjek itt a kanapén, ahol fekszem, és képzeld el, és hát is mondom neki, hogy aranyom, ez a csirkácom. És közben még látszásan telefonálsz is, és újságot olvasol egyszerre, hogy szóval hát, néha így kinézek az újság mögül, aha, visszahajtom az újságot. Ott követed el a hibát az ahával. Ott kap egy életjelet, hogy még figyelek. Fú, igen. Nem, ez van igazság benne, észre szoktam magam menni, van igazság benne. Egy idő után egyébként most már észrevettem, hogy észreveszem magad, tényleg. Persze, észreveszem, abszolút. Ugye 8-10 perc után így elandalok, tudod. Fejlődőképes, hogy Feri is ezt szoktad csinálni, reggel beül 3-4-6-kor olvassa a bulvárt, és lököm neki. Tudom. És nem válaszol, aha, akkor igen. Is, nem igaz, válaszok. Aha, nem. Aha. Igen. Az első két évben, amíg együtt voltunk, próbáltam tartani a szemkontaktust. Két év után már csak így mondtam, hogy aha, igen, hú, ez durva. Most már meg se szólalok, csak egy tényleg, de ritkán megyek oda hozzátok. Tehát fejlődőképes vagy, mint ahogy hoztam kávé. Veszed a lapot egyébként. Minden reggel. Mi az, hogy ritkán? Minden reggel oda jössz. Elmaradozik most már. Elmaradozik. Elmegyek. Rövid ideig tart, és holnapra hoztam kávét. Igen. Tehát, nagyon, hogy ezt a fejlődést van. Várom tőletek. Én úgy vagyok, reggel jön az Anna, már látja, hogy nyúlok az újság, én már arra kikerültem. Nekem már nem kell már semmit, csak így nyúlni az újságért. Már megy is arra. Kész. És van még gyerekek, az információ tudósunk, nekünk olyan nincs, aki bejár a főnökhöz, kijön, becsukja az ajtót, lehorgasztja a fejét. Igen, mi van? Ha semmi. Ha tudnátok. Igen. De mondj már valamit, majd ti is megtudjátok. Az információ díler, én azt úgy hívom, tudod. De nem díler, mert nem adja tovább. Nem. Igen, csak úgy csinál, mintha nagy dolgokat tudna. Hát meg az mindegy. Önfényező, aki tudod, úgy adja elő, hogy mintha neki köszönhetnél bármit, tehát hogy ő abba rettenetesen jó. Igen, gyerekek, hát nem egyszerű egy munkája. Leginkább veletek nem egyszerű, már mint hogy így dolgozni. Köszi, két ekkora vanzerrel. Cuki vagy, aranyos vagy, nagyon igen. Drága vagy. Igen, van, aki annyit ér, és van a büdös szájú. Hát köszönjük, nem akarunk. Nem akarunk azt ennyire mélyre menni, igen. Na, mindenkinek van kollégája, lehet egy kicsit panaszkodni. Hétfő van, esik az eső, nyomottan indul a hét. Nézzük, vagy vegyük végig azokat a kolléga típusokat, amikkel az ember együtt dolgozik. Jó, mi felsoroltunk néhányat, mindenki nézzen szét a saját munkáján, és írja meg, hogy ki a legtipikusabb, mit csinál, hogy lehet tőle megszabadulni, hogy viselkedik, és milyen ismertető jelei vannak. Kiviszem a tányérokat, aztán majd veszem a telefont, ha ráérek. 9:25 perc. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. A kolléga típusokról beszélgettünk, ugye? Mindenki, aki kollektívában dolgozik. Egyszerűen át kell, hogy élje, ugye, hogy hát nem mindenkit szeret az ember, van ilyen típusú kollega, olyan típusú kollega, de utána most a kollega szót, nem? Miért? Így hívnak benne. Kollega. Kollégák. Kollega, igen. Kollégák. És hát arról beszélgettünk, hogy
kicsit írja egy hallgató, hogy ez megint terápiás jellegű ez a ma reggel. Kapott mindenki, gyerekek. Igen, az összes ilyen típusú téma az nálunk kicsit terápiás jellegű, hogy kinek milyen ember típus vagy kolléga típust kell elviselni a munkahelyén. Hát itt is szenzációs SMS-ek vannak egyébként. Minden típusból van. Mi is nagyon sokat felsoroltunk, de a hallgatói még egyébként hozzátesznek egy-kettőt. Ez mi ez a bögre, amit behozott a Viki? Ő az a kolléga, aki az adás közben hogyan tudjuk elterelni a figyelmünket másfelé. Kolléga, Morning Show-s bögre. Morning Show Feri. Tiéd nyilván Morning Show Balázs. Igen, ez, ugye ez sima vizes pohár. Bele van gravírozva. Bele van gravírozva, igen. Na mindegy, majd megtudjuk, hogy kiküldte. Köszönjük szépen. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy milyen típusú kollégákkal vagy kollégával dolgoznak a hallgatóink. Imádom azt a kolléginát, aki 8-tól 9-ig reggelizik. 10-kor természetesen 10 óra izik, 11-től 13-ig ebédel, 2-kor úzsizik, és 3-kor hazamegy. És 9-kor, 11-kor és 1-kor kávészünetet tart. Igen. Van a viccmondó kolléga, tud 5 viccet, naponta 10-szer elmondja őket, a poénnal kezdi, és csak ő röhög. Ismered, hogy értudod, az a vége. Nagyon kemény, igen. A szarkeverő, bocsánat, aki mindenkit kibeszél a háta mögött, kelti a pánikot, majd jó pofizol, amikor találkozol vele. Ez G küldte nekünk. Aztán van az informátor, elmondasz neki valamit, és kb. 5 perc múlva hív a főnök. Hallottam, mi történt. A másik, nagyon jó típus egyébként, tényleg így van, ilyen is van. A másik, aki megcsinál helyettem valamit, elmondja, hogy nem gond, szívesen teszem, megcsinálom, ne törődj vele, persze. Majd a többiektől visszahallom, hogy köpködött, hogy megint helyettem kellett dolgoznia. Tényleg semmit nem dolgozik az a gyerek, tényleg nem is érte, megint nekem kellett megcsinálni. Igen. Tényleg ez is ilyen tipikus. Abszolút, de én ezeken nevetek. Ez szórakoztat, írja egy hallgató. Az én főnököm úgy adja oda minden hónapban a 85.000 forintos fizumat, mintha szívességet tenne. Éppen csak azt nem teszi hozzá, hogy költsem gyógyszerre. Legrosszabb munkatárs, minden e-mailt hangosan felolvas, megvan ez a típus. Az ügyintéző, ugye? Jó. Nagy tipikus. Időjárás felolvassa, egész nap pofázik. Ha már miről beszéltek neki, biztosan van egy jobb története. Vele sokkal jobb dolgok történnek. Hétfő reggel elmeséli az egész hétvégét, folyamatosan hol melege van, hol fázik. Iszonyat idegesítő, írja atya. Tényleg a van ez tromfoló. A... Igen. Ezt én csak, ő az, aki nem tudsz olyan sztorit mondani, hogy ő neki ne legyen jobb, igen, nagyobb, hosszabb, izgalmasabb, érdekesebb. Igen. Ha nyugi van, akkor neki melege van, fel kell, hogy kelljen kinyitni az ablakot. Ha tök jó idő van, akkor elkezd látványosan fázni. Igen. Őt az energiavámpírnak hívom, aki mindig figyelmet akar. Tehát mindig azt akarja, hogy valaki vele foglalkozzon. Ha mindenki jól van, biztos, hogy fáj a feje is beteg. És ha senki nem beteg, tudja, hogy influenzás. Ha beütöd valamidet, tehát egy ilyen akut ízébe, amit a könyöködet egy bútorba, hogy, és felsziszensz, akkor mondod, hát csak tudom, milyen érzés, de nekem 3 napig fáj. Igen, igen, és tudja. Hogy jön, igen, ez ide? Hagyjál már békén. Van az a típus, írja egy hallgató, aki sajnál, mert kevesebbet keresek nála. Hát mondjuk az őszinte. Az mennyire tipikus. Jaj, ha tudom. És akkor azt mondja, tudom, hogy te csak ennyi, tudom, hát szörnyű, hidd el. De várjál, ilyenkor azt is mondja, hogy ne csináld meg, majd én megcsinálom, mert többet keresek. Már ez valószínűleg nincs, igen, benne. De szép. Aztán van egy kolléganőnk, akitől meg lehet őrülni, a rádiót mindig lehalkítja a mi helyünkön, mert ő 2 szobával arrébb van, de ugyanakkor zavarja. Aha. Ablakot mindig ránk nyitja, mert neki melege van. Akármilyen ebédet hozol, kér belőle egy hápit, mert ő még ilyen sorsevet csoszokba megy, ez a lelki terror. Hozzál egyszer vajas kenyeret, de tényleg, hogy abból kér, hogy ő még ilyet nem evett? Igen. Vajon? Bali, te még a jeget is kieszed a hűtőbe. Ez igaz. Ez gyerekek, igaz. Hát de nálunk ezt már kitárgyaltuk. Igen. Van, aki állandóan panaszkodik, annál nincs rosszabb. Bármi, amiről beszél, tuti, hogy neki semmi nem jó. Bármire te mondasz valamit, hogy neked rosszabb volt, neki még rosszabb. Aha. Van ez a típus, igen, is. Ez a hagyatcsat. A síros. Igen. Az én munkatársam azt nézi, ki mikor jön és mit csinál, de semmi köze hozzá. Az ilyeneket a suliban folyamatosan megvertük. Őt nem tudom, mivel alázták meg. Nagyon kancsó maradt. Írja nekünk Petya Sopronból. Van még a lihegős, aki mindenki kreativitásából kiveszi az ő kis részét. Ja, özügyintéző típus? Ő lehet, nem? Nem, ő valószínűleg, tehát ő az, aki azt meg tudja csinálni, és ez egyébként egy marha jó tulajdonság, ha belegondolsz, hogy mondjuk egy team dolgozik 8 ember, és ő benne van ebben. 7 dolgoznak, mint az állat, és a végén ő jön ki úgy belőle, mintha az egészet ő csinálta volna a főnöknél. Igen. Ugyan, bár tipikus, egy tizedét tetetted bele, ő 20-adá, érted, mindenki összerakta a dolgot, és ő jön ki mindig úgy, hogy gyerekek, hogy hát ő figyelj, tette a össze. Tímünk, igen, nagyon jó dolgot, de te nem csináltasz semmit, takarodjál már innen, de nyilván nem mondod ezt. Igen, nagyon jó típusok, én annyira ráismerek, én annyi munkahelyen dolgoztam már, és tényleg a magában motyogós, minden kommentál, főleg a ideges, hát ezt nem hiszem el, hát most mit csinálják, megmondtam ennek az idiótának, hogy nem lesz jó.
megvan ez a típus. Ő azért mondja, hogy halld meg. Vagy ő, igen, ő... ha jó kedve van, akkor sincs csöndben, akkor fütyül. Ezt csak küldte nekünk. Nem, ő szerintem ez a, ő így vezeti le a stresszt. Ja. Tehát ez egy ilyen stresszlevezetés. Valószínűleg a vegetatív idegrendszerét így nyugtatja meg, hogy folyamatosan kibeszéli magából. Van ez a motyogós típus. Hát ez nem, hát ez most szerint, hát most ő följön. Hát nem veszi fel, nem veszi. És magának mondja. És imádom. Azt mondja, hív fel, hív már fel. Igen. Aztán van az igénytelem. A mi munkatársunk a pólójával törölte ki az izzadságot a hóna alól, majd 2-3 perces szaglászás után úgy döntött, hogy ez még jó lesz. Ezért visszavette. Nem ezt volt ügyes. Ezt Tündikon írta nekünk. Aztán van, aki a saját poénjaidat mondja vissza, igen, még az előző munkahelyről. Az is egy típus. Köcsög ez a Ferina. Ezt olvastam, nagyon tetszett, igen. Nem én nyomtam fel a bazsit, tényleg. Gyerekek, én ülök én ott szerdán hülyén, és mindig azon gondolkoztam eddig, hogy ezt vajon honnan? Titusz, ne árulj el, kérlek. Hogy az Istenbe tudja, hogy megint laptopot kellett cserélni, mert méz ment a laptopra, és szól nekem, hogy ne egyek, mi kamera van? Ja, ez a Jani. Szerint, ez a Jani. Komolyan bejár a Titushoz. Köszönöm, én nem vagy itt, bocs. Honnan az Istenből tudják, igen. Aki még nagyon rossz, és gyűlölöm, bár... Igen, irodáról, bocsánat, irodáról irodára jár közölni, hogy mennyi munkája van. 2-3 óra elmegy vele naponta. Én nagyon tipikus ez is, mondjad? A közelbe lépős. A közelbe, igen, az aurába belemászós. Nagyon odalépek, mert azzal azt akarom kifejezni, hogy én veled vagyok, gyere, mi összeálltunk ketten. Fú, de utálom. Szem ideál, eléd, az orrod elé, és ráadásul ugye, neki általában büdös a szája. Igen. Ez még szokott. Fú, nagyon tipikus. Dumáljuk már is. És te mész hátra, már bennász a tujjában, már érzed, hogy a szúrja a bokora tarkodat, felkapaszkodtál már a kávéautomatára, már benn vagy a budiban, még hát, és ő csak jön. És nem vesz észre is ilyen. Ő valószínű úgy érzi magát biztonságban, hogy nagyon közel jön. Van ez az aurába belemászós. De én nem érzem úgy magam azt, hogy kéne tudatni. Lögd arrébb. És ide egy hallgató, hogy egy típus még kimaradt, az örökbeteg. Egyébként tényleg 600 fájdalomcsillapító, mindig mindene fáj, az összes orvost ismeri. Tényleg. Nagyon klassz. És végre, amikor valaki beteg a csapatból, akkor ő nagyon örül, mert végre neki feladata van, segítséget tud nyújtani. Ugye tudja mondani, hogy fáj a fejed, akkor ezt vedd be. Na ne hülyés, gyomorpanaszok, ide menjen, van egy jó orvos. Nagyon jó tipikus kollégák jönnek. Van a tipikus kolléga, aki indokolatlanul fel alá mászkál egész nap. Megvan. Őrületbe kerget az állandó cipőkopogásával. Morning Show. Egy nagyon helyes magyar családról írta minap az egyik újság, és szeretném is egy kicsit velük foglalkozni, mert hogy állítólagosan az apa eszperantul beszél a gyerekeihez, ami több szempontból is furcsa, de maga a történet egyébként nagyon aranyos. Apa anya ismeri, beszéli az eszperantó nyelvet, és úgy gondolták, hogy ezt a csemetéknek is megtanítják. Hogy mi célból, mi okból, ez ugye jogos kérdés szerintem, mert ilyen nyelvet, hát nem is az, hogy nem beszélnek sokan, kérdés, hogy ezzel mire mész. De hogy állítólagosan a gyerekekkel eszperantó nyelven beszélgetnek, és ha jön hozzájuk valaki, akkor ott is nagyon vidáman eszperantó. És ha te nem tudsz, akkor is? Vendégükkel eszperantó nyelven beszélnek. Tehát ha nem tudsz és vendégségben mész, nem tudsz eszperantól, akkor is így próbálnak veled beszélni? Mert ez egy ilyen viszonylag halott beszélgetés. Ezt annak idején arra találták ki, hogy majd ez egy nagy közös nyelv lesz az emberiségnek, és mindenki használni tudja. Uh-huh. Szerintem vannak 5 ma Magyarországon, igen, akik ezt nyomja, na jó, 10. Az az érdekes, hogy ha utána keres a nyelvenek az ember, akkor azt az információt is megtalálja, hogy 500 000 és 25 millió között beszélik a nyelvet. Tehát picit nagy a merítés azért. Hogy érzitek, hogy mintha nem lennének bárki is írta ezt a Wikipedia szócikket, azért egy kicsit tágba lőtt bele. 1 és 1 milliárd. Valahol. Valahol ott van a jó szem. De hogy miért eszperantó? Hát, hogy gyerekeknek te megtanítasz, igen, valamilyen nyelvet, akkor már nem tanítod meg, ha te beszélsz németül, vagy angolul, vagy spanyolul, még ha ezen nyelvekből is tevődik össze nagy részt, ugye van benne is spanyol, ez az. De hogy ezzel nem megy semmire a gyerek. Se, az ég az egyet a világon semmire nem megy. Jó móka, hogy valaki átjön hozzád, nem érted, és elmondod a gyereknek, hogy de jó lenne, ha elmenne, mert már rohadtul unom. Kezdjél már el sírni hangosan, fiam, mert akkor, igen, elmenne. Kezdj már el megágyazni, akkor hátha veszik a lapot, és elmennek. De hogy ez tudod, egy helyes dolog, nem? Hát nem tudom, én nem tartom annak, mert hogy nincs ért, tehát hogy értelmetlen dolgot táplálsz be a gyerek fejébe, ha csak azért nem, hogy aztán ugye aki egy nyelvet tud, az állítólag a többit is könnyebben megtanulja, igen, egy idegen nyelv, igen, után. Csak mondom, hogy például az urdut, de csak alternatívának mondom, az urdut például 100 millió ember beszéli. Tehát 5-szörösen vagy beljebb, még ha ott a nagyobb számot. Pakisztánban és Indiában elég nagy eséllyel
értik meg, amit mondasz, ha urdul szólalsz meg. Az esperanto már véleményes. Most látom, hogy nem is egy újság írta meg, hanem egy hallgatón küldte nekünk, és most kapom itt az információkat, hogy, hogy kinyomoztuk a családot. Tehát igazából ezt nem is mi vettük át, hanem megtaláltuk a családot, rosszul mondtam az elején. Nem volt könnyű egyébként esperanto lakba ellátogatni, esperanto falvába elmenni, fura emberek laknak ott. Feladtak egy esperanto nyelvű hirdetés, és csak egy család válaszolt. Igen. Egy család értette meg. A Népszabadság és a Magyar Nemzet különböző rejtett oldalain esperanto szavakat rejtettünk elő, ezt kiszúrták és jelentkeztek. Feltörték az Enigma kódot. Igen, testvéreink ránk találtak. Hosszú hónapok óta keresjük ezt a családot. Álljátok, én ezt nem tudtam, annak én esperanto találkozok. Te tudtad? Igen. Én is beszélem, te is beszélem, gyere el egy helyre, és akkor beszéljük meg együtt, hogy azt, amit mi beszélünk. Azért jó, mert hogy nagyon otthonosan mozogsz a találkozó helyszínén, hiszen ez a saját lakásod, és akikkel tudsz találkozni, hogy esperanto nyelven beszél, a saját családod. De ez olyan, mint egy ilyen bogár találkozó, hogy elmész, és kicsit mindenki vakít, hogy milyen szép a bogara? Már úgy értem, hogy az autó, vagy az alfája, vagy milyen szép az esperantója, hogy odamész egy ilyen esperanto találkozó, és villantasz egyet, hogy te tudod esperanto nyelven, hogy mi az a sezlony? Igen, képzeljétek el. Sezlony. Tehát ez, és akkor vakítasz egyet ezzel? Képzeljétek el, a múlt héten valaki megértett egy szót, amit mondtam. És akkor ennek így együtt örülnek. Na tessék, esperanto beszédértés. Első óra. Aha. Én vagyok a tanár. Ti vagytok a tanítványok. Készültetek? Megcsináltatok a házi feladatot? De várj, ez most mit jelent? Most mindjárt kaptok egy kis szöveg. Amit kérdeztél, hogy készültetek. Ugye, hogy nem is olyan nehéz az esperanto. Nem vetted észre, 6 perc esperanto nyelven beszélünk. Ugye, hogy te benne vagy a 25 millióban, aki tud. Basszus, tényleg, mi beszélünk esperantóul. Engem. Én rákerestem, hogy legalább köszönni tudjunk. 67-es szöveg. Iam anta longe longe sur la monto pongrac vivis pastisto, kio havis belegan filinon Ester. Na, egy pongrác nevű fiatalember. Egy pongrác nevű fiatalember indult el a köszönés után közvetlenül. Hosszan-hosszan, ugye volt egy szóismétlés benne előre. Aha. Te folytatod, Jani, te jössz. Annyi történt, hogy a pongrácra valaki nagyon haragszik, mert hallottam a szövegbe, hogy azt mondta, hogy szúrd már le. És tehát ott volt valami vaffér, aminek pongrác volt az előidézője, és valaki bosszút akar rajta állni. Si estis belega kiel vera feino. Si havis maldikan figuron, kaj gríz verdain okulain. Na, Ferencem, mit tanul? A beluga kaviár, mert úgy kezdősi beluga, a beluga kaviár. Belekeverjük egy kis grízbe. Így van, és a végén van a gríz hozzáadása, ez egy nagyon ősi inuit recept volt. Meg kell, hogy adjam az ötöst. Meg kell, hogy adjam. János, ne hagyja veszni a négyest, mert ő már csak négyessel. Én... Ja, bocsánat, azt is, bocsánat, azt is véltem kihallani az előző szövegből, hogy a fejét ne bántsd, Dick, már itt volt volt legalábbis egy ilyen rész benne, mert hogy az 8 napon túl gyógyul. Izi tabislafo iron en urbo gyergyó, kiesi renkontis charman lertan sikulan junulon. Aha, vigyázni kell vele, mert vannak székely rokonai, és sokan vannak, és bosszúálló hajlamú. Azt is mondta, hogy a medve nem játék. Ja, igen, ezt is mondta. Gyerekek, ez... Én rájöttem, hogy tudok esperanto nyelven. Ezt mindenki tudja. Nem és tudom, hogy melyik szó mit jelent. Is igen. Jaj, gyerekek, nagyon helyes dolog ez egyébként, komolyan mondom. Nem tehát, tudom, én még nem aranyos. Érzem. Tessék, nem, nagyon helyes dolog. Hát gondold el, hogy van egy olyan nyelv, amit te és a gyerekek értenek, én imádnám, ha lenne egy ilyen. Tehát az, hogy te oda tudsz szólni úgy mondjuk a gyerekednek, hogy senki más nem érti, igaz. Vagy csak kevesen, hát nem mondd, hogy nem használnád azért ez ki nagy örömmel, hogy ülsz a 7-es buszon, hát ez zseniális. És ti ketten tudtok beszélgetni. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy jött ez az ötlet, mert hogy itt van a vonalban az édesanya. Edit, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Edit! Saluton! Na. Saluton, igen, készültetek, látom. Ennyi. Erős túlzás. Dobroje útro. Igen. Edit, ti mióta beszélitek ezt a nyelvet, hogy hogy indult ez nálatok? Te beszélted, és a férjed, vagy együtt kezdtétek el megtanulni? Hát az úgy indult, hogy én gimis voltam még így a 80-as évek elején, amikor az ifjúsági magazin hátoldalán megjelent egy-egy szám oldalán egy kis tanfolyam, mini tanfolyam, és akkor találkoztam, hogy ez nagyon tetszett, beleszerelmesedtem a nyelvbe, de egyedül tanultam, aztán ugye ez ilyen mindig így lelohadt a lelkesedésem, mert egyszer magam voltam. Aztán amikor így találkoztam egy társasággal, mondták, hogy milyen tanfolyamra menjek, az nagyon tetszett, és ők
vittek el egy ifjúsági világtalálkozóra Lengyelországba, Krakóba 1987-ben, ahol megtapasztaltam, hogy ez tényleg működik. Ott volt 1000 fiatal, 50 országból, és ott teljesen lazán mindenki eszperantól tudott beszélni egymással. Ez nagyon megfogott, nagyon, nagyon bulis volt a dolog, koncertekkel, kirándulásokkal, tehát nagyon jó volt a hangulat, és ott találkoztam a férjemmel, aki egyébként szintén magyar, de ő is ott volt ezen a kongresszuson. Ő pedig még az általános iskolában tanulta a fizika tanárától, mert szerette a fizikát, és a fizika tanár indított egy eszperantó tanfolyamot, és így került ebbe bele. Már diákként sokat utazott, és akkor, amikor mi így összetalálkoztunk, nagyon sokat utaztunk az eszperantóval, rengeteg rendezvényen vettünk részt, rengeteg barátunk van szerte a világban. És akkor hogy jönnek ebbe a képbe a gyerekek? Hát úgy, hogy amikor már úgy gyerekeket szerettünk volna, így végig gondoltuk, hogy most akkor vagy nem utazunk, vagy itt hagyjuk a gyerekeket a mamára, vagy ha visszük őket, akkor most ők mit fognak abból érteni? És más példákon tanulva, tehát aki már így idősebb volt, és ezt már végigcsinálta vele mondjuk az édesapja, megkérdeztük, hogy figyelj, Nóri, akkor volt 20 éves egyetemista, jó volt neked, hogy a apukád eszperantó beszélt hozzád, és mondta, hogy persze, neki ez nagyon-nagyon jól bevált. Nehezebb, mint másik nyelv, mint az angol, vagy a francia, vagy mihez lehet hasonlítani? Ugye tudom, nyilván több nyelv. Komoly kérdés, ugye, mert könnyebb megtanulni, mint úgymond a hagyományosan tanult nyelveket. Én arányosítva szoktam mondani, tipikus kérdés, hogy mennyi idő alatt tudok megtanulni eszperantóul, hát mennyi idő alatt tudsz megtanulni németül, azt oszd el kettővel vagy hárommal, és annyi. Tehát ha valakinek 6 év kell egy német középfokúhoz, akkor arányosan mondjuk itt 2-3 év is kell. De ebből lehet nyelvvizsgázni ugyanúgy? 1966 óta lehet nyelvvizsgázni belőle. Diplomához, akkor jó. Ugyanolyan feltételeken az összes többi nyelvből. Igen, ez most divat lett. És akkor ültök a hetes buszon, vagy mentek, ahol csak akarjátok, hogy nem értse, akkor eszperantóra váltatok, és akkor vidáman beszélgettek? Hát, nekem ez a rész tetszik a legjobban. Gyerekek szoktak ilyet csinálni. Mekkorák a gyerekek? Várj egy picit. Már nagyok, 20-17 és 14 évesek. Aha. Mindegyiknek én úgy láttam, hogy nagyon megkönnyítette a többi nyelvtanulását, tehát azóta angolul, németül megtanulta ki a már. Hogy hívják a gyerekeket? Anikó, Bálint és Csabi. És volt, hogy Bálint odaszólt Anikóhoz a hetezusön, és mondta, hogy úristen, Anikó, ez a néni nagyon büdös, mondta ezt eszperantó nyelven. Hát szerintem, akkor kicsit voltak, amik csináltak ilyet időnként, de buli volt. Na jó, hát akkor most már nagyobbak, hogy mondj be fals szerintem címet. Ne add meg a telefonszámodat, mert a mama nagyon mérges lesz. Igen, tehát ilyen van. Viszont így a műsor elején a felkonferálásban nagyon-nagyon látszik, hogy mennyire nincs információ az embereknek, mennyire nincsenek képbe avval, hogy mi ez a dolog. Na hát most le vagyunk szúrva, úgy érzem. Picit. Na most, igen, most igen. Leszünk gyerekek helyretéve. Így áll az ember a hol. Ajaj. Én azt hiszem, nem a ti hibátok. Arról van szó, hogy most csak azt látják az emberek, hogy így jönnek futószalagon az emberkék, csinálják a nyelvvizsgához, vagy a diplomához a nyelvvizsgát, azt úgy, ahogy van, elfelejtik. Nagy részt ez igaz, de hozzáteszem, hogy másból ugyanúgy elfelejtik. Tehát aki nem használja... Na jó, hát de nyilván azért mondtuk már, hogy könnyebb úgy levizsgázni eszperantó, megcsinálja, nem akar semmit, és akkor megszerzi a diplomát. Én csinálnám, tehát én biztos vagyok benne, amikor hozzám jön valaki, hogy kéne nyelvvizsga a diplomához. Jó, hát te nagyon elszánt vagy, én azt hallom a hangodon, hogy te neked ez küldetés. Próbálok lebeszélni arról, tehát elmondom neki, hogy mi mindenre használhatja, és próbálom lebeszélni arról, hogy én ugyan meg nem tanulnék egy olyan dolgot, amit utána így a fiókba is... Okay. Tehát ez hülyeségnek. Igaz? Hagyjuk ezt. Igazad van, ez hülyeség, aki hülye, az megérdemli. Mondom neked a mondatot. Szeretnél belehallgatni az eszperantó nyelvből? Ez így megy, hogy én mondok valamit, és azonnal fordítod? Vagy lehet, én is készültem, sok mindennel készültem, de lehet az is, igen. Szép mondatokat is írtam. Ilyen, hát azt tőlünk ne várjál nagyon. Ja, ezért feladványokat is mondok nektek. Na, tessék, akkor indítsuk a feladványokkal. Jöhet az első. Nagyon könnyű. Igen? Le kell fordítani magyarra. Igen? La elefanto estas granda. Az elefánt egy nagyon nagy állat. Hát nagy, igen. Nagy. Hát, igen, csak ő tudott, tehát ízlésesen fogalmazza meg a Balázs. Hát én még kicsit hozzáteszek egy kicsit. Mm-hmm. Hát még egy kicsit tovább. Dobtam la auto estas rapida. Gyors, nagyon gyors. Az autó nagyon gyors. De jó. La programo estis interesa. A programozók mind hülyék. A program érdekes. Ja, tényleg a program érdekes. Ja, francba, igen. Aha. Na?
Egyébként még csak egy ilyen eszmefuttatás, tehát hogy miért apanyelv, hogy tehát egy olyan szituba kell belegondolni, ha például egy magyar fiatalember kint dolgozik Olaszországban, beleszerelmesedik egy olasz hölgybe, összeházasodnak Olaszországban, telepednek le és gyerekük születik, akkor nyilván a gondolom, hogy a magyar apuka célja, hogy azért valamennyire átadja a magyar nyelvet annak a gyereknek. Tehát ő magyarul fog beszélni a gyerekkel, azon kívül ő rajta kívül ott valószínűleg más nem, csak néha ha jön a nagymama, vagy ha eljönnek Magyarországra, vagy ha jönnek magyar barátok, és kb. Így kell elképzelni ezt is, hogy... Ez neked ilyen küldetés azért, ahogy hallom, tehát ebben van egy ilyen erős... Igen. Messiás tudat is azért, ahogy látom, szóval, hogy ez neked azért több, mint csak egy nyelv. Igen. Tehát én nekem nagyon... És akkor jártok ilyen Star Wars találkozó jellegű dolgokra, mint például, hogy elmentek, nem tudom, és akkor a komolyító mellett van az Esperanto találkozó, ahol ti találkoztok, és akkor mindenki Esperanto nyelven cseveg? Gondolom, ezt így kell elképzelni, nem? Nem így kell elképzelni, úgy kell elképzelni, hogy rengeteg rendezvény van, és mindenki a saját érdeklődése meg a beállítottsága szerint megy el. Például most szeptember végén lesz egy ilyen kirándulós hétvége Horvátországban, ahol arról van szó, hogy összejön, mit tudom én, 30-50 ember, különböző országokban, nyilván földrajzilag meghatározott, hogy azért az a környék, hogy az 1000 kilométereket nem az nem állt egy kirándulásnál, hogy az jó, az fontos, hogy legyetek. De van ifjúsági találkozó, ahol mennyi idő alatt szúrják ki, ha én elmegyek egy ilyen találkozóra, és hogy nem beszélem, ha bedobok olyan szavakat, amik ugye, hát nyilván csak ő arra gondol, hogy valószínűleg ő nem ismeri, és magát tartja kicsit butábbnak, hamar kiszúrják? Nem, ez nem így van, tehát, hogy bárki elmehet egy találkozóra. Csak kiközösítik. Kezdő is elmehet, és mindig vannak tanfolyamok is, tehát azért ezt lehetővé kell tenni. Hogy van az Esperanto nyelv, hogy bocsánat, először vagyok itt, hol van a budi? pardonu, mi estas la unuan folyon ci tie, kie estas la necessitas. Hát, mondjuk én ez alatt az életemet elmondom, meg konkrétan bepisilek, mire ezt a mondatot elmondom, de nagyon szép. A kicsit lassabban, hogy azért lehessen érteni. A folyjon szó az ott. Hát a WC folyik, ja. Nem, az a necessario. De szép. Egyébként nagyon szép, kicsit olyan, mint a tündenyelv olyan, vagy ahhoz hasonlít egyébként. Egyébként van benne valami. Nem olyan, a tündék beszéltek így a Gyűrűk urában egyébként. Nagyon szép. Hogy van az, hogy az erő veled van Luke? La Forto estas kun vi, Luke. La Forto, hogy van? La Forto? La Forto estas kun vi. La Forto estas kun vi. La Forto estas kun vi, Luke. És itt nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy mekkora irodalma van, meg mekkora kultúra van mögötte. Mert ezt azért úgy ki szokták hagyni. Én tudom. Te rohadt stréber. A Jani tudja, egy órája a Wikipédiát olvassa. Igazából két irányban megy a dolog. Az egyik a fordítások, tehát a világirodalom összes jelentős alkotása le van fordítva, és a másik irány az pedig az eredeti irodalom. Tehát amit eredetileg Esperanto-ul írtak. Ennek egy rakat zenei CD együttes, színházi előadások. Tetszik ez a fajta megszállottság? Tetszik, komolyan mondom. És valóban pedig az internet az határtalan lehetőséget biztosít, tehát igazából nincsenek korlátok, tanulás szempontjából is egy nagyon nagy előny. Uh-huh. Hozzá lehet jutni anyagokhoz, meg csetelni lehet Esperantóul másokkal. Uh-huh. Hát mint minden nyelvet, igen. Hogy van az Esperanto nyelve, hogy mindenem az ab? Mindenem az ab? Mi a csia ezt az aveno? Zaveno? Micsoda, mi a kino? Csio az a minden, és az aveno az az ab. De most úgy tűnik nekem, hogy ilyen vizsgáztatás folyik. Dehogy is, nem. Csak tudál ezt a mondatot, mindenki. Én napokig fogom majd nekik mondani, hogy mi a csio aveno. Ez mindannyian a saját érdeklődési körünknek megfelelő csapásba haladunk tovább. Hogy van az például, hogy ugye elmúltál 18, nem szeretném, ha baj lenne. Mi most utazunk el külföldre. Hogy van? Bocsánat, mondd még egyszer? Uam, ezt a szuper dekok. Mine sátusz kelni havu problémoin. Hagyd, inkább üld le. Inkább menj börtönbe. A szuper lökokot, azt értettem. Egyébként nagyon szépen hangzik. Gyönyörű nyelv. Tehát önmagában egyébként nagyon-nagyon-nagyon szépnek tűnik. Igen. Na jól van. Hát érdekes volt. Örülünk, hogy rátok találtunk. Jó, köszönöm. Még egy olyan érdekesség, hogy vannak nemzetközi párok, mert mi ugye annak idején külföldön találkoztunk, de mind a ketten magyarok vagyunk, de amikor ilyen francia-magyar, lengyel-flamand, német-francia párok jönnek össze,
közös nyelvük az eszperantó, tehát náluk a házaspár közös nyelve az eszperantó, és a gyerekhez mindegyik a saját nyelvén beszél általában, ez a példa, és a gyerekre így rára van. Rohadt magányos lennék ott karácsonykor. Aha. Azért elkeverednék egy három nyelv. Hát aztán nyilván egy idő után megtanulják egymás nyelvét is. Hát nyilván, persze. De azért őrizték ki, amikor összejön egy flamand és egy inuit, és három évig nem beszélnek egymással, csak mutogatnak. Igen. Edith, nagyon szépen köszönjük, örülünk, hogy beszéltünk. Aki további információra kíváncsi, ez a www.esperanto.hu. Nagyon sok mindent nagyon megtalál. Nagyon. És akkor szeretnék elköszönni az Gisla Revido! Gisla Revido, Karaj Auskul Tantoj, mindez irat az Agrablantágon. Szent Lúvó, eső nélküli kellemes napot kívántam. Jaj, nagyon szépen köszönjük. Gis, Csiambonan. Csiambonan, Csiambonan. Csingacsbuk. Nagyon jó. És nagyon szépen beszélsz magyarul is. Edith, köszönjük, ciao, hello, hello. La farta erta vin, kin, vin, Luke. Aha. Hírek jön? Átossa? Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.